Hello, srácok! Juhihá! Az átmenetet nem csináltam meg kékre, de se baj. Hogyha ezt a streamet a Kommandós Streamek csatornán nézitek, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornára, ugyanis rengeteg király Fortnite stream van ezen a csatornán, és méghozzá ez az epic új chapter stream, szóval megnézzük, hogy milyen az új chapter. Nagyon izgalmas, amúgy nagyon sok mindent látunk róla. Ugye, Krisz, te is sok mindent láttál róla. Igen, meg én ugye már játszottam is, ugyanis csináltam index képet. Ja, én még nem játszottam, de ja. Az a lényeg, srácok, hogy most ugye biztos sokan láttátok, hogy új gépen van, ami azt jelenti, hogy lehetnek, felmerülhetnek problémák, ezek mind-mind beállítás kérdése. Megpróbáltam mindent ugyanúgy beállítani, remélhetőleg sikerült. Úgyhogy ha bármi probléma van, hogy laggol, akad, vagy mit tudom én, a facecam-mel szokott lenni probléma, például most is azt állítgattam, mert kicsit olyan volt, mintha akadott volna, de most nem, most jónak tűnik. Szóval lehet, hogy ilyen problémák előfordulhatnak. Melegek vagytok? Nem. Nem normális testemény. Ja, normálisak vagyunk. Na. Gratulálok az új géphez. Köszönöm szépen. Igen, nagyon sokan írtátok, hogy gratuláltok, meg hogy mennyire örültök. Én is nagyon örülök neki, hogy ti is örültök. Meg sokan mondtátok, hogy miért nem hogy miért nem a Flash Commandóra raktuk fel ezt a videót. Szerintem itt sokkal aktuálisabb volt ezen a csatornán, mert ugye itt foglalkozunk játékokkal, itt látjátok, hogy hogy teljesít a számítógép, mert most a Flash Commandón igazából nem annyira, hogy mondjam. Ott nem érdekes. Igen, ott annyira nem, téma. Igen, ott nem azzal foglalkozunk, hogy visz a gép játékokat, meg ilyenek. Ja. Úgyhogy, ja. Hogyha bármiféle problémát tapasztaltok, mint például megakad a facecam, vagy akad, vagy stb., akkor azt helyre fogjuk rakni, mert... Hát nem most, hanem még az azért fordulhat elő, mert igen, még igen. A Máté nem állított be tökéletesen mindent, meg egy dolgot még így optimalizálni kell az új gépére, és lehetnek ilyen dolgok, hogy valami nem működik rendesen. Ja, Rocket League van a Fortnite-ba. Uh-huh. Let's go. Használd a Discord átfedést játék közben. Nem kösz! Let's go! Azt, amilyen gyorsan betöltött. Take the train. Át is rakom a képet, srácok, szerintem. Tényleg amúgy azt is meg kell csinálnom. Ja, nincs is benne Fortnite a játékok között. Ja, igen, mert most tényleg, srácok, tényleg, hát itt van a új téma van, a karácsonyi téma, mert hát december van, srácok, és sajnos nem a karácsonyi Minecrafttal kezdtük el a decembert. Ez több dolog is befolyásolta ezt, mint például, hogy most kijött az új Fortnite frissítés, és inkább azt gondoltuk, hogy azt kéne. Ja, amúgy már tegnap is jól van a streamelni, csak tegnap még a Máté azért csinálta a videót. Igen, igen, még azt a videót, azt nem tudom, hogy mi volt én nagyon sok idő megcsinálni, de nagyon durva volt. Szóval, ja. Oké, átrakom a képet, srácok. Elvileg hallanatok kell, és látnatok kell, hogy mi történik a képernyőn. Remélhetőleg jó lesz minden. 50 Battle Start kaptam azt. Na nézzük még, hogy miket kaptam. Aha, falfesték, ami senkinek nem kell. Aha, ezt a banán-banán izét. Még egy banán-banán izét. Meg még egyet. Jó, azért baromság. Let's go! Ez tök menő. Ja? Hát, én ezt be is raktam. Én ezt be is raktam. 50%-osra. Én ezt be is raktam. És ezt amúgy hát ez, be kell nyomni. Ez borzasztó. Ez a hát, vagy ez a köpeny. Igen, mindegy. Let's go! Na, ez tetszik. Ezt fel is veszem. Na jó, nem veszem fel, de tetszik. Jól van. Hopp! Jaj! De most nagyon megijedtem, mert nem állítottam még be a Fortnite-ban a izét. A,
hogy ne legyen copyright a zene. Úgyhogy még jó is, hogy eszembe jutott. Azt, ami a szar. Még nem voltam belépve egyáltalán. Ja, licensed audio, mute all. Jó, akkor be van állítva. Akkor most meg tudtam volna nézni a trailert. Watch video. Na nézzük. Kíváncsi leszek. Mert én még nem láttam. Hú, ez valami vonat. Metró van. Vagy mi ez? A skineket is nézzük meg majd, a Battle Pass skineket. Oké. Okay. We have your banana. Azt a mindenség, uram. Ja, új pálya van, let's go! Na ez viszont érdekel. Capture the train. Ez olyan, mint a GTA-ban. A vonat. Less shield! Weapon mod. Sok újdonság lesz, ez biztos. Mi jót ez? Ja, most ilyen improved, ilyen... movement... izék van. Nem tudom, miért nem tudom magyarul beszélni. Hát, én kérdezik. Hát, fejlesztették ezt a ilyen mozgás technológiát, úgy látom. Remek. Ez a pajzs, ez nagyon tetszik, ezt ki fogom próbálni. Ez nagyon izgalmas. Ja, srácok, még annyi lehet a probléma, hogy halkak vagyunk. Ezt mondjátok már el, legyetek szívesek. Ja, halkak vagyunk, hogy normális, olyanok, mint amilyenek voltunk. Ja. Most megint lenyomta. Na várja. Szóval, srácok, láthattátok, hogy epiken van a grafika mostantól, viszont a V-Sync-et bekapcsolom, és 60-ra limitálom az FPS-t, mert ugye most fölösleges nagyobba. Meg V-Sync az legyen, ne V-Sync legyen. V-Sync, bekapcsoltam V-Sync-et, nyugi. Na, Krisztián, hívj meg. Megnézem az item shop-ot. Igen, Eminem. Na, és nézd meg azt a rap boyt. De hogy... ez mi? Hogy fogják, és nem az a Without Me is klippes izé, hanem az csak így a ruhája alatt van. Az a szuperhős ruha, én ezt nem is értem. De béna, pedig tök jó lett volna, hogyha azt a szuperhős ruhás Eminemet mutatják. Úgy látom, minden tökre megváltozott. Az egész játék. A locker is. Ja, ez érdekes. Jó, joinoltam. De jól néz ki, nem, srácka, játék? Az epic? Hát epic grafikán van, szóval figyeljél oda. Na. A beállításaim mind ugyanúgy maradtak amúgy a Fortnite-ba, szóval ez tök király. Pedig full másik gépen vagyok. Ja. Ja. Na, menjünk egy tesztkört, és nézzük meg, hogy hogy megy. Ja. Nézzük meg, hogy minden megy rendesen. Kevés a V-bakkom, ja 400. Hát, ja. Én nem nagyon költök erre. Nekem 1550. Hát, igen. Tetszik a Battle Pass. Ja, tényleg még nem néztük meg azt ja, addig cancelltem. Majd én cancelltem, neked nem kell. Nem ja, jó. Oké, okay, akkor Battle Pass. Meg is nézem a Battle Pass. Nagyon király, nekem is tetszett. Ez a... És berakott. Már későn, már későn cancelölted, mi? Ja. Na, már tényleg itt nem miért töltött. Nem DirectX 12-n vagy? Az mit jelent, srácok? Mert én nem mertem átrakni a DirectX 12-re. Más a movement! De király! Ez nagyon tetszik. Ja, tényleg más. Ez tök más. Meg más a grafika is, mert nekem médiumon volt eddig is, és most is, és sokkal aha, szebb a játék. Mit jelent az, hogy DirectX 12-n vagyok-e? Az mit jelent? Mert én DirectX 12-re vagy 11-re raktam. Rakjam át. Az azt hiszem ilyen grafikus... Ja, restartolni kell. Akkor... Grafikus ja, gyorsító. Mi ez? Én a Ruined Reels-en voltam mindig. Hol mutatja ezt a... üzét? Ezt a buszt neked is ott mutatja? Nem, nekem rendesen mutatja. Na, hova menjünk? Fogalmam nincs. A Ricci Aguera-ba. Vagy Ricci Riviera-ra. Menjünk a Ricci Riviera-ra! Jó, menjünk oda. Juhú! Ez az új, izé...
Sleepy Sound. Google-va nézzem meg. Ricci Riviera. Let's go. Ja, megnézem Google-ba, és nyugodjatok meg. Hú, a jó néz ki a Ricci Riviera, nem mondom. Hú, igen. Ide undarító a film. Ajaj, majdnem leérkezek. Yeah, meg éppen vedd már ki azt a izét. Na, ide le tudtam rakni. Vagy jó. Le tudtam szállni. Azt a demenőm beszállt az ablakon. Na, nézzük, mit a fegyverek vannak. Ott a drón. Nincs itt fegyver. Hey! Jaj, ne ilyen őrök! Vigyázz, vigyázz, itt van! Ki? Zúzd le! Jó. Nyugi, megöltem! Lett fegyverem, let's go! Megöltem a dögöt. Itt vannak lenn is. Igen, azt, hogy ott jött föl valaki rendesen... az, itt jött föl valaki a csőből! Rendesen megtéveszt az árnyékom. Apat volt. Itt volt egy, ezért. Oké. Okay. Oké. Okay. Nagyon sok mindenki van. Máté, ez az arany, megint van arany. Jaj, de hiányzott. Nagy... itt van valaki, megöl! Jó, meg is ölt. Hol vagy? Nem tudom, milyen fegyverek vannak. Á. Hoppan, Satim. Hol vagy? Hát te mentél el, te. Nagyon fura most a mozgás. Itt van kint. De ez nagyon megölt engem, úgyhogy te vigyázz. Máté, én tele vagyok pajzsal. Élesz föl. Ezt nem hiszem el. Hol a kárdod? Hát szerintem már nálad. Amúgy körülbelül 3 életem van, csak mondom. Jó, nálam volt egy kis pajzs is, meg nagy pajzs is, szóval. Nem ez volt mi ez. Volt? Olyan furán sötét vissza ez a játék, meg. Várja, felhúzom a fényerőt. Ne, itt volt kis pajzs. Na mindegy, most már. Hol van a fényerő, Brian? Na várjatok, srácok, most ezt nagyon meg kell szokni, most tök más az egész játék. Meg full új fegyverek vannak, meg minden nagyon fura az egész. No. Jó, maxra felhúztam. Meg ilyen tök lassan fut a karakter, meg minden. Aha. Mit használ fel maxra? Tudom már, miért ilyen fura ez a játék. Megvan a kárdod. Aha. A izé be volt nyomva. A... nem volt benyomva a színtévesztő mód. Mely színtévesztő vagyok. Nem tudom, hogy megvan a kárdom. Megvan a kárdod amúgy. Csak kell nekem egy kis életfelhűző. De ezt most nem mondod, hogy a kis pajzsok ott voltak és megittad a nagy pajzsot. Tudsz közben, ja tényleg a googolást mondtátok még, srácok. Hát ez nem... nem tetszik annyira, de... hát lelassították, hogy ne legyen. Meg izén is se tudsz sprintelni, vagy futni újratöltés közben. Igen. Uh-huh. Most komoly. Jó. Már is élesztelek újra, Krisz. Máté, üsd ki a kanapét, meg a aranyakat. Oké. Okay. Azt, ez mi ez? Ez már mi a sniper. Oké, okay, kiütöm. Már is élesztelek, Krisz. Nyugalom. Már is megyek éleszteni! Na mennyi aranyakat kapsz? Várj, most 45 volt az, vagy mennyi volt? Ez 6 darab volt. Ez itt 48, meg 16 vagy mi. Asztal, 210. Annyit kaptam most. Komoly. Na, aha, ezt elvigyem. Várj, ezt benyomom, és elviszem a snipert. Most furán van, most ilyenkor tudok mozogni közbe. Uh-huh. Aha, ja, és ilyen folyamatosan tölti az életemet. Ádám, nagyon szépen köszönjük a 400 forintot, és előbb egyébként köszönjük nagyon szépen. Szépen köszönjük Benga királynak a 7 hónapot. Júj, de rég voltam már, ugye nem baj. Nem, de hogy is. Sőt, köszönjük szépen a 7 hónapot. Vagyis, és nagyon örülünk, hogy 7 hónapi tag vagy. Ja, ez kicsit gyorsan ment most, úgyhogy ennek nem örülök. Ja. Tényleg gyorsabb a vihar. Hát sokkal menj, gyorsabb. Menj, itt volt egy G-osztály valahol. Hol? Mercedes G-osztály. Jó, de ne zavarja össze, mert csak elrontam. Hát jó, csak ha beülsz kocsiba, akkor nem 25-ször hamarabb ott nem vagy? Tudok sprintelni! Azért mondom, ha beülsz kocsiba, ott hamarabb ott vagy. Hát jó, de most már nem tudok beülni kocsiba. De megtettem volna, mert fogod és visszamész, és beülsz kocsiba. Miért viszi le ilyen nagyon hamar az életem? Eddig nem vitte.
Várjál, hogy nincs messze. Ja, mert most van, amikor hármat visz. Igen. Aha. Kettő. Kettő. Várjál, még hátra beérek. Na, így még simán beérsz. Itt a vonat. Vagyis a sín. De amúgy azt te észrevetted, hogy nem a fehér felé kell futni, hanem a kék felé? Én tudom. Na, hogy néz ki, mert a fehér felé futottál folyton. Ja. Na, srácok, hogy megy? Jól, jónak tűnik a játék. Nekem semmi probléma nem volt eddig. Egy fikarcnyi laggolást se láttam. Szóval remélem, hogy nektek se volt. Máté, a régi géped odaadod Krisznek? Őszintén szóval Krisztiánnak erősebb gépe volt, mint az enyém előzőleg. Hogyha belerakjuk azt a videokártyát, ami nekem volt, szóval neki sokkal erősebb gépe lesz, mint az én előzőm. Amúgy azt talán én merem is mondani. Nem amúgy, sokkal, hogy... de ja, erősebb lesz egy picit, mint a Máté. Igen. És a Máté régi gépével viszont egy más dolgot, azt más dolgra fogjuk használni. Igen. Amit a Máté nem tudom, nem akar elmondani, de mindegy. Miért akarnam? Ezt láttad? Nem vagyis azon... hát nem az, csak nem akarom lelőni a hype-ot. Tudod, hogy... nem is az, hogy lelőni a hype-ot, mert nem tudom lelőni a hype-ot. És megint elindul ez a szar, ezt nem hiszem el. Mindegy, az is, ha a Máté másik gépe is használatban lesz. Igen, igen, gépe. És ráadásul ti is fogjátok észrevenni, szóval... Ja. Nem lesz az, hogy nem látjátok. Csak még kell egy-két dolgot vennünk hozzá. Amúgy mi nagyon nagy részét a bevételünknek azt visszaforgatjuk a videózást, ja, hogy nagyon, minél nagyon. Több videó, vagy minél jobb videókat tudjunk csinálni. Úgyhogy ja. Úgyhogy hát igen, mindig azt próbáljuk, hogy minél jobb felszerelésünk legyen, meg minél jobb cuccunk. Hát ezért azt pénzben nem tudjuk megvalósítani, hogy viccesebbek legyünk, szóval azért sajnos ilyen viccelenek vagyunk. Máté, kaja? Miért nem vettél fel kaját? Hát jó, de most mit csináljak a kajával? Hát zabáljál, és akkor 100 életed van. Szerinted ott volt még kapbage is, meg... Tudom, de nem érdekel, futok a izé felé. Csak meghalsz. Nem fogok meghalni. Főzabáltad és ott van egy ilyen genya is, szóval talán befogtuk. Főzabáltad volna magad 100%-ra. Ez akkor... most nagyon fura. Ez full megváltozott az egész játék. Igen. Igen, szerintem áthelyezték Unreal Engine 5-be. Látod, most full főzabáltad volna magad, akkor most nem haltál volna meg. Nem halok meg így se. Fuss me! Ha nem igaz ma! Na, öjtök. Jó, lőjetek, lőjetek nyugodtan. Ja, szóval most meghaltál. Nyugi, felélesztelek. És pont ott van a pont. Felélesztelek! Ha. Jó, csak látni fogják, hogy élesztesz. De hogy fognia? Most se tudják, mi van. Ugi, 14 életem van, az még bőven elég. Az, na, tudod, milyen sok 14? Most na. Gondolj bele, hogy 14... Ja, ja gondolj bele, a valóságban csak egy életem van itt. 14. Gondolj bele, hogy 14 kolbászt megeszel, és milyen, milyen teli leszel. Látod, milyen sok 14? Gyere ide a házakhoz. Itt van valami... Ez az, visszatért a mester, na végre. Na most már lesznek itt. Van itt kis pajzs, nézd. Jó. Meg van ott benn fegyver. Oké, és már shotit fővettem. Oké. Meg itt van bandage, de az lehet, hogy nekem is jöjjön. Jó. Hát inkább neked, mert nekem az semmit nem ér a bandage. Ja, tényleg te fullan vagy, de jó. Jó. Ja, az hogy hogy lehet, nem 30%-on kéne legyek? Viheted nyugodtan, mert nekem jó. 6 van. Jó. Oksi. Jó. Futi, futi, futi! Ja. Fos, fos, fos! Full, fullan fuss! Ott len vannak cuccok, mik azok? Ne, fuss, fuss, fuss! Mik azok, len vannak a cuccok, wow! Mi ez, hal? Pajshal! No! Lehet googolva hílálni? Jó, hát eddig is lehetett. Hopp, hát, mennyi chest! Csak gondolom úgy értett, hogy lehet úgy, hogy mész, és akkor googolva hílálsz. Ja, tényleg más lett a graf... Ej! Lőnek itt oldalt! Nem érdekel, fuss, fuss, fuss a vihar felé! Futok. A VR felé? Oké, és akkor megfordulok. Ne a VR felé, hanem a izé felé. Na.
Ja. Hú, srácok, amúgy... Tetszik neked amúgy, Krisz, az a új mechanika? Nekem tetszik. Én csináltam, én még használtam ilyen scope, most amikor csináltam a indexképet, használtam ilyen scope-os ilyen fegyvert, ilyen gépfegyvert, és olyan volt, mint a valami Call of Duty. Hé, hey, mi ez? Mi azok a sárga nem tudom, mi körök? Hogy ilyen belemész, és ilyen tűzihar. Én vagyok az egyik, aki a videóban azt írta, hogy Kriszt megsajnálta. Igen. Igen, amúgy több ilyen komment is érkezett, és egyébként srácok, meg kell nyugtassak teket, mert Krisztián az egyált. Ő is nagyon örül, meg hát ezt nyilván így együtt találtuk ki, meg együtt terveztük ezt az egész dolgot, szóval nem az van, hogy én itt ellopom a Krisztián elölajzét, felszereléseket. Mi ez? Nem tudom. Menjünk a vihar felé. Na szóval nem erről van szó egyáltalán, ezt így együtt terveztük meg együtt csináltuk igazából, szóval nem... Igen, és azért láthat, mert én aztán rájöttem, hogy a Máténak mondtam is, hogy valószínűleg lehet, hogy úgy láttátok, hogy... Hey, valaki lövöldöz! Szerintem ez csak valami izé volt, úgyhogy gyere. Ja, hogy ez a vihar, mi? Aha. Hogy... Igen, hogy úgy láthattátok a videóban, mint hogyha én ilyen szomorú lennék, vagy ilyesmi, de itt nem szomorú vagyok, hanem a Mátéval ilyenkor fogalmaz, mert nem írjuk meg előre a szöveget, hanem csak így spontán mondjuk, mi mindig, sose írunk meg semmit. És akkor így jár az agyam, hogy a Máténak így segítek néha fogalmazni, tudod, hogy hát szerintem ezt kéne mondani, meg azt kéne mondani, meg ott kéne fogalmazni, meg úgy. És azért, lőnek hátulról a pötös idegök! Itt van! Ja, ezek jönnek utánunk, mi? Igen. Hogy, és segítettem a Máténak fogalmazni, és ugye az volt. Nem, sebzem! Meghaltál, te büdös csicska! Ez kicsit epikebb volt ez a shotgun, mint amire számítottam, hogy lesz. Ej! Mi volt ez? Mik ezek? Ezt most nem mondott komolyan. Most fővettem valamit, és ez azt csinálta, hogy látják, hogy ez a shield, ez nagyon OP, Krisz. Ja, tényleg az. Ez SMG. Kell neked? Ez SMG? Aha. Jó. Na, okay. Szóval azért így inkább koncentrált fejet vágok, és nem szomorút. Igen. És úgy tűnhet, hogy szomorú fejet vágok, de igazából nem. Nem tudom, nekem ez a combat most jobban tetszik. Ilyen kicsit ilyen nekem lassabb, is. És ilyen megfontoltabb. Igen, és én ugye abban jobb vagyok. Menjünk, ott van, ott a csicskák. Várj meg. Futok, csak nem tudok soha gyorsan sprintelni. Igen, de muszáj elkezdenem lőni. Mert hogy csak ott ülök, és nem is lövöm. Rengetegen vannak itt, Máté! Megyek. Azt a mennyi lövés! Menjünk! Itt van! Ez amúgy szerintem full bot lobby kb. Hát lehet. Ez nagyon epic most ez a... Ja igen, és most vannak ezek a weapon modok, és nekem most scope van a shotgunomon. Nekem is scope van a shotgun. De hogy kell ezt csinálni? Vagy hogy kell ezt... Van ilyen weapon modificator. Sőt, szerintem... Ja nem itt. De hogy kell ezt? Srácok, ti nem tudjátok, hogy kell ezt... Hát ott nézd, hogyha megnézed a fegyverikonokat, ott mutatja is, hogy milyen izék vannak. Azt tudom, de mi hogy kell ezt cserélni? És lehet amúgy tenni rá. Hát van ilyen station, ilyen workstation, vagy mit, de most láttam aha egy videót. De mert nagyon... például ezt most átraknám a shotgunra. Nagyon nem néztem meg, mert nem akartam spoilerezni magamnak. Ja, itt van, várjál. Optik, red eye sight, azt erre például átraknám, azt hogy kell? Ha át lehet. Á, nem tudom, hogy hogy működik, amúgy. Itt nagyon kilátszak, ez nem jó. Ide üljünk be. Tölts újra! Ja, ez jó ötlet. Ja, ez full bot lobby most, hogy megszokd a játékot szerintem. Ja. Viszont Krisz, ez epic. Bár nekem a legelső meccsem az nem volt ez full bot lobby. Tényleg jó. Ezt előbb alig bírtam sebezni, csámos. Ja, és most tudod, mit lehet kapni a Battle Pass-en? Azt nem tudom, megnézte, de... Hogy? Autoskint. Kocsiskint. Igen? Ja. Let's go. Legalábbis nekem úgy tűnt, hogy ez az. Ja. Úgyhogy na, srácok, hogy tetszik a grafika? Mert szerintem nagyon epik, és olyan smooth-ul megy, mint az állat.
Hát ja, ennyi pénze menjen, és olyan smooth túl, hogy... Ja, és olyan hideg levegőt küld a gép, amúgy, mint az állat. Nőnek? Igen. Fenn voltak a tetőn. Igen, láttam. Vagy ott fenn. Ja. Reméljünk ránk szűkül, és akkor... Ez az utcsó. Szóval azok voltak a... Ez u... mi vagyunk, meg ők. Aha, jó. Hát remélem, hogy ő azok. Ott vannak. Igen? Igen, ott volt fenn. Hát ja, csak most ott. Ha fölállsz, akkor látja, hogy te is itt vagy. De nem biztos azért. Azért nehezebb látni. Uh-huh. Remélj, ha ránk szűkül, akkor ott megúsztuk. Van fenn, meg megint. Uh-huh. Ha ránk szűkül, akkor megúsztuk, ha nem, akkor... Jó, csak már ki fog jönni, és megint itt. Tübi-tübi! Ezt nem hiszem el! És akkor szaladnak ránk ja, ketten. Ott vannak ketten. Aha, látom. Van snipered? Nincs. Nekem van. Ez micsoda? Ez ilyen szkópos SMG. Ez nagyon rossz ötlet volt. Oké, és tökre felénk jön a kör. Tudom. Azokat le kell ölni. Amint jönnek. Lehet föl kéne menni a háztetőre, nem? Én nem tudom. Ott jönnek. Tudom. Ó, és bele szétlomok helyet. 116! Le fognak lőni izét. 116! Elkezdek feléjük szaladni. Te addig próbáld meg őket lőni. Nem fogom tudni. Megyek veled. Jó. Várj meg! De miért várj meg? Hát miért nem vagy még itt? Jó, egyet lelőttem. Jó, a másik az bot. Lőd! Lőd! Bóm, ennyi volt. Csicska! Let's go! Máté, te ilyen fehér színű setupos vagy csak, mert a füles is fehér, és a gép is fehér, és új mikrofon lesz. Vagy új mikrofon lesz? Nem lesz új mikrofon. Ready up, mert... Igen. Jó. Nem lesz új mikrofon. A mikrofonunk az nagyon jó, azt nagyon szeretjük. És jó, hát én szeretem ezeket a fehér dolgokat, de az leginkább csak azért vettem fehér felhallgatót, meg fehér széket, mert jobban néz ki a kamerán. Igazából ennyi. Let's go! Köszi a GG-ket! Köszönjük szépen! Én azért, én futottam el. Nagyon jónak tűnik amúgy, most lementünk egy kört, és epic, nagyon jól ment minden. Aha, ja. Én azért futottam el, mert hogyha esetleg meghaltál volna, tudod, akkor ő már annyira benn van az a viharban, hogy úgyis meghal. És tök halk a gép, úgyhogy nagyon örülök. Hú, srácok, nem sokára jön. Benga király, nagyon szépen köszönjük az 1000 forintot. Hogy és mint vagytok? Mélyen kevés a videó, meg stream. Karácsonykor lesz több videó. Igen, most pont azt beszéltük, hogy decemberben fogunk csinálni egy... Jaj, egyébként a Máté az még nem is mondott semmit. Ezzel kapcsolatban most, hogyha Máté bejelenthetne valamit, és akkor tudnátok, hogy miért volt ilyen kevés a videó, és most már miért lesz több. Ja, tényleg, srácok. Hát nem csak ezért, de... Azért most elmúlt héten például a gépemet is elég, a gépem is eléggé sokat befolyásolt, hogy nem volt videó, de az utóbbi időben eléggé ráfeküdtem a jogosítványra, így egész novemberbe kb. És örömmel jelenthetem be, hogy jogosítvánnyal rendelkező ember vagyok. Let's go! Ja, igen, és folyamatosan ment a Máté az órákra, meg minden, és akkor ment vizsgázni, és azért most nagyon, legalábbis a Máté azt mondta, hogy az nagyon leterhel, és az... Igen, eléggé leterhelt, és most már semmilyen ezzel kapcsolatos így dolog nem terhel igazából, szóval... Yeah. Most már tud a videózásra koncentrálni a Máté, úgyhogy ezért nem volt nagyon videó mostanában, és ezért most már több is lesz. És főleg most decemberben is sok lesz, és megpróbálunk januártól, meg ugye nekem megint vannak ilyen feladataim, amit összeírok magamnak így év közben, és akkor meg akkor a Mátét is most rábeszéltem, hogy ő is írjon, és akkor meg jönnek nagyon a videók. Hogy forog a könnyök a karakteremnek?
Azt a Máténak, hogy néz ki, a médiumom van a grafika, az nekem olyan ronda a tiédhez képest. Igen. Aha. Hát igen, srácok, írták a videó alá, hogy minek ilyen erős gép, ilyen fos játékokhoz. Ezt azért... jó, aki nem videózik, azt az jó, nem nyilván tudja felfogni. Nem tudhatja, meg nem tudja felfogni, ez miért kell. De egyébként azt is mondhatom, hogy körülbelül olyan... Még nem tudom pontosan, de szerintem egy háromszó gyorsabban kb. Dolgozni, nem, Krisz? Hát ezzel. Azt te tudod. Hát szerintem... a legutóbbi videón nem úgy tűnt, mert... Hát az sok időbe telt, igen, de az jó, nem hát a mondjuk még meg is kellett volt. Szokni, meg beállítások, meg ilyesmi. Máté, írtózatosan sokan jönnek ide, és nem tudom, hogy te hol vagy. Fogalmam sincs egészen... Itt vagyok melletted. Megkapasztó. És amúgy tudom, látom, hogy sokan jönnek. Oké, egyet már is intéztem. Mit repkednek itt még mindig? Jaj, nem állt. Nagyon nehezen látok. Tehát, hogy mi történik. Igen, olyan fura, olyan sötét minden. Olyan zavaró. Ez mi? Bakar. Pajzs, pajzs. Hopp. Máté, hadd menjek előre. Mi? Hé, hey, ez egy fal! Máté, hadd menjünk előre! Jó, menj! Len van. Itt vannak. Fönt vannak. Fönt vannak? Biztos? Hát most már nem. Most már itt vannak mellettem. Ez hülye? Ez a Kid Laroi, ez megőrül. Kid Laroi! Nyugi, Máté! Na, ez jó lesz. Semmi sokan. Gond sem érhet, amíg. Itt van a pajzsos manyus. Az az én. Állj, bakker, ez... 5 millás a gép, hát az egy kicsit... erősebb lenne, de 1,3 milliós, de hát ott van a videó, meg tudjátok nézni, srácok. Hol vannak a dögök? Oj, majdnem pofán lőttem a Steel Sight. De amúgy most, hogy így már használom, szerintem minden fillért megért, amit ami hát nekem munkára megért, mert... Igen. Szóval nyilván ezt az, aki nem videózik, nem tudhatja, hogy ez mennyire frusztráló például, amikor dolgozik az ember, és egyszerűen nem képes rá, mert annyira akad a vágóprogram, meg ilyesmi. Ja. Az azért nagyon frusztráló tud lenni, szóval a lehető legerősebb gépet szerettük volna összerakni, és mi nem félünk ilyenekbe belefektetni pénzt. Ja. Egyáltalán, szóval ez megérte nekünk. Ja. Plusz, mi nem például a Fortnite-tal kapcsolatban most nagyon jön a vihar, Krisz. Jó, futás. Például... Opp, ez fajt. Na, a Fortnite-tal kapcsolatban például nem... hogy mondjam? Mi nem profi játékosok vagyunk, és nem full low grafikán szeretnénk vele játszani, hanem... Full low grafikán. Full minimum grafikán. Minimum grafikán. Mert minimum azt, full minimum, grafikán. Az azt jelenti, hogy full grafika. Nem minimum grafikán szeretnénk vele játszani, hanem hogy ti nektek is sokkal élvezhetőbb legyen a videó, hogy így full grafikán van. Azért szerintem így jobb nézni a játékot. Ja, de én amúgy nézegettem ilyen Fortnite streamereket is. Nem is a Instagram Reels-en néztem, hogy ki nézi ezt, hogy néztem ilyen Fortnite Pro streamert, és ilyen és már csak azt látod, hogy így villog, ilyen epilepszia roham gerjesztő, izé. Ja, bár mondjuk ez a frissítés most elég olyan. Én abban a buildbontban már nem tudnék játszani. Mert de nem is tudom, hogy ki szereti azt, meg ki nézi azt, jó, meg hát ki a legtöbben azt szeretik, szóval. Csak nekem az fura már, hogy már semmi más nem látsz, csak hogy így villog a képernyő. És nekem az olyan fura, ez ilyen nézőbarát szerintem az a Zero Build. Fú grafikára főnyomod. És most nem játszunk olyan jól, de hát most ez van. Hát ja, nem... Mi sosem arra mentünk rá, hogy jól játszunk egyébként. Ja. Arra, hogyha... Jó, hát azért nem árt, hogyha jól játszunk, de... Hát nem árt, nem azt mondom, hogy árt, de... Ja. Szerintem teljesen rendben van így. Rendben vannak így a videók. Szerintem is.
De írjátok le véleményeteket a kommentben. Szerintetek rendben vannak így a videók, hogy mi inkább ilyen nézői élményre megyünk, mint sem, hogy jó játékra. Hát igen. Ott a G-osztály, Máté. Van G-osztály? Igen. Jaj, mondtad, hogy 50-szer, de mindig. Ja, de ügyes ez a csirka, hogy rátartom a fegyvert, és egyből elkezd futni, hogy ő tudja, hogy én fegyvert tartok rá. Ja. De tényleg ez mi? De ez nem a G-osztály. Vagy hát, de, hát... az az. Ja, hát Máté, én G-osztály... specialista vagy. Benga király, nagyon szépen köszönjük a 400 forintot. Gyere! Megyek. Van jó. Egy régi kommandós, megérdemelne egy modi. Zárójelben én. Komoly. Benga amúgy király. Téged sokat szoktunk látni. Igen, igen, téged elég sokat, meg elég értelmesen is szokták kommentelni. Ezt most nem mondod komolyan, hogy megy a copyright a zene. Ez szerintem nem copyright. Hát mivel ne, én is most all. Kikapcsoltam. Igen. Mute all, mert én most bekapcsoltam, mert meg akartam nézni a Eminem-es emote-nak a zenét így. Aha. És visszakapcsoltam most mute all-ra. És hopp. Gyerünk, ja, és ez az eredeti G-osztálynak a hangja. Ez igen. A valóságos kocsinak a valóságos hangja. Itt... És ugorjunk be! Ugrás! Meghatok, dögök! Jó. Sniper rifle, az jöhet. Ezek a zenék, ez ezeket mi? Ma úgy főbuffolták a vihart, hogy nem igaz. Hát Máté. Az nagyon. Menjünk. Nincs semmi hílem. Mehetsz. Jó, csak... Nem arra akarok menni, mert bele fogunk akadni mindenbe. Nem, mert átmész a Mercedes G-osztállyal szénné zúzod az egész várost. Szóval akkor várjátok egy pillanatot, Benga király. Ja, most neked kivételesen adunk egy modit, mert ezért, de amúgy annyira nem szeretünk modikat osztogatni, legfőképpen azért is, mert már elég modink van. Ja. Máté, semmi életünk, meg semmink nincs, de azért rájuk megyünk. Ott ugrálnak a vízben. Itt van mellettünk! Jó, most teltem újra az ilyenek. Knokkótak! Eee! Knokkolás ért! Dobj be a kocsiba! Jó. Zetigo, nagyon szépen köszönjük, hogy egy hónapja tag vagy. Let's go! Tudtad, hogy lesz külön legós passz? Oszta, tényleg! Köszönjük! És tényleg legós pass lesz. Szóval ez egy külön battle pass lesz, mert az nagyon jó hangzik. Máté, pattanj be! Oké, mehetünk. Ez most nagyon meg kell szakni ezt a season, mert ez nagyon igen, ez most teljesen durva. Más. Ezek a weapon modokat is most meg kell csináltál? Gyakorolni. Hát lootolni. Millisekundumnyira. Na. Itt is van a kukorica, jó van. Jó, töltsd újra a nyami, kukoric. Olyan lassan tölt, amúgy. Igen, most így lelassult, de nekem ez tetszik, mert... Nekem is, mert kicsit megfontoltabban lehet játszani. Ja. És az nagyon tetszik. Itt még egy G-osztály gariban. Máté, ja. Gyere! Mi az? Na, common üst. Here. Itt van. Szép még pont. Egy, gyere. Oké. Jó, let's go, nem mehetünk tovább. Oké. Let's go, boom! Ja, most külön megyünk. Aha. Ja, a squad. A mafia squad. Jó, akkor menjünk a lövölde felé. Menjünk, lövölde tél. Hopp! Annan lőnek! Hátulról! Jó. Gyere! Hogy mersz lőni minket? És... Ha-ha! Átmentem rajta. Csicska! Szép volt! Ja. Miért mindenki egyedül van? És nem tudom meg, hogy miért mindenki... Gyere ide mellettem, mert már te G-osztályod, az már füstizik. Oké. Okay. Rájuk megyünk azokra? Aha. Jó. És várjál, most úgy csináljuk, hogy ne szálljunk ki, hanem én lövök. Oké. Okay. Ott van. Várjál, menjük rá. Ja, és pont meghalsz, nem hiszem el. Ha-ha, csicska! Szép volt. Izé, korona. Jó. Nagy pajzs! Au, au, au. Vissza!
És induljunk! Jó, most itt hagytál engem, kösz. Hát, nem hagytalak ott. Meghalsz, büdös dög! Jó, meghaltak. Pattanj be! Oké. Okay. És amúgy így ott állok tőled. Sniper! Mehet! Így ott állok. Hílelek. Ott állok tőled 30 méterre, és így itt hagytál, vagy 30 centiméterre, és így itt hagytál engem. Szemből lőnek. Átmenjünk rájuk a zipline-nak? Ne, menj, jó, mert meghalunk. Ugrás! Oké. Jó, megiszom a nagy pázsot. Jó, lelőtt. Vagy nem lőtt le teljesen, de... Hát... Én nem értem, hogy te mézzél. Jó, mindegy. Ja, van, azt észrevetted, hogy égül. Úgy hílál, hogy... Igen, hogy folyamatosan tölti, és ez nekem sokkal jobban tetszik. Igen. És de akkor úgy megtartatod a fél izédet, hogy mondjuk... Félig megiszod, és akkor a felét még megtartod? Szerintem nem. Vagy nem tudom, srácok, ez így van? Hogy elkezdett feltölteni, és hogyha nem tölti fel teljesen, akkor abba hagyódik, és majd folytathatod utána. Survive! Az elég jó, epic lenne amúgy. Hát, elég. Hopp, ott lőnek. Ez nagyon rossz ez a sniper, mert olyan rossz ez a... Nincs itt egy másik kocsi. Ez a mod. Jönnek a zippel. Zipline-nal, innen mögülünk. Hova lősz? Zipline-nal mögülünk jöttek. Hallottam. Álljunk be a pajzsad mögé. Jó. Ott a G-osztályunk, ott volt. Jön a vonat! Hó vagytok, büdös dög? A shotgun olyan lassan tölti újra. Hó vagytok, dögök? Mi ez a hang? Szerintem átfele zipline-oltak amúgy. Lehet. Most hallom a zipline. Ott jön át! Menjünk rá! Itt van! Most jöttek át. Itt van valami. Szerintem be van a traktor mögött. Jó van ez. Itt van! Itt ugrált! Máté, de ne menj elém! Meghaltam. Hát... De nagyon sokat levettem nekik, szerintem egy párat beléjük lősz, és meghaltak. Lőd! Itt... föltölti az életét. Ez sokkal jobb ez a harc. Sokkal jobban tetszik. Lőd! Szép! Azaz, lőd! Hát ez nagyon jó. Ez a pájzs. De miért nem hal meg? Jó volt, Krisz, jó volt. Azt, ez nagyon epik ez a harc, ez sokkal jobban tetszik. Ja, elég jó. Csak én nem értem, hogy miért mentél elém, mikor én vagyok a pajzsos. Jó, hát... Na mindegy. Jobban lehet taktikázni, meg lassabban történik a események. Ja. Nekem is tetszik. Meg amúgy ez az izé is jó, hogy így buffolták a vihart. Igen, mert gyorsan. Jobban kell figyelni. Igen, stratégiázni gyorsabban kell. Tehát, hogy így gyorsabban kell mozogni, meg minden. De a harc az lassabb lett, és ez sokkal jobb. Nekem így sokkal jobban tetszik. Ja. Boss FIFA, nagyon szépen köszönjük a 2 hónapos tagságot. Let's go! Mikor lesz GTA videó? Hát, az is nem sokára lesz, az biztos. Igen, izé már van fölvéve. Minecraft. Méghozzá egy nagyon különleges és szuper videó. Ja. Yeah. Mihez? A GTA? Minecraft. Ja, Minecraft. Mondjuk az a Minecrafthoz pont jól jött volna Máté új gépe. De hát mindegy. Melyikre gondolsz? A Minecraftot, amit fölvettünk. És ez miért? Mit is csináltunk? Már nem is emlékszem, de mindegy, majd megtudom. Na. Ez borzaszt, ez a mát, ez nem is figyel oda, hogy mit figyelek, videózom. Csak annyi minden van a fejembe. Mert ott nem töltötte elég gyorsan befele a... Nem renderelt elég gyorsan a pályát. Ja, tényleg. Az nagyon epik lesz majd a új gépen, megnézzük, hogy milyen lesz. Ja, amúgy bevághatod. Srácok?
Ja, majd bevághatom. Srácok, volt-e bármi probléma így a FPS-sel, vagy a képpel, vagy a hanggal eddig a stream során? És az nem ér, hogy homályos a kép, mert vett fel a azért, ja, a úgy is látod, hogy minőséget. Ki írja. Máté, jobbulást. Nem vagyok beteg, legalábbis eddig nem... Nem volt tökéletes. Na, ennek nagyon örülünk. Hát ennek én annyira, ja, örülök. Ezzel. Mert igazából a beállításokat átmásoltam, Máté. Nagyon király a minőség. Nem, nem, perfekt. Nagyon jó. Ja. A facecam is megjavult már, Krisztem, úgy nem, igen, csinált 60 FPS. Na, az jó. Egy lag volt. Hát az valószínűleg nálad. Vagy nálad, vagy a Máténak éppen valamilyen... Mert olyan előfordul egyszer. Nagyon-nagyon rosszul érkeztem, mert ezért figyeltem a csetet. Én is. Jó, csak én a sziklaszírtre érkeztem. Ezt nem szóval. Én nem. Jó. Ja, csak itt van a jégmező közepén két cseh. De most, Krisztián, miért minden egyes ugrásnál ugyanoda jövünk? Ezt fejezd már be. Ki jön ugyanoda? Ugyanoda jöttünk megint, mint az előbb. Miről beszélsz? Ez szürke, nézd már a képe, a térképedre. Hoppá, shield. Szürke ez. Hol jöttél te ide? Gyere már ide ki. Hol jöttél? Nem is jöttünk még téli helyre. Hol vagy? Kinn a kertben. Én karácsonyi vásár van itt, bakker, és akkor ugyanoda jöttünk. Ó! Mit ugrálsz, Máté, nyomi? Ezt nem hiszem el. Mi? Ez csaló. Ez komoly! Ezt láttátok, hogy megölt? Ez engem is így, ja, megölt. Vagy a má... Ja, megöttem volt. De ez körülbelül ilyen pisztolya megölt két lövéssel. Jó, csak szóval mindig erre a téli helyre jövünk. Ugyanoda jöttünk, mint az előbb. Nem ugyanoda jöttünk, mint az előbb, mert igen, szürke ez a hely. Most világosodott. Na. Megjátok folytatni a karácsonyi Minecraftot? Igen. Fogjuk, és azt is szerettük volna először streamelni, viszont közben jött ez, hogy kijött a Fortnite új szezonja, és nagyon kíváncsiak voltunk rá, úgyhogy megnéztük gyorsan. És fogunk Minecraftot is streamelni, igen. Ezt kamus. Kristóf, nagyon szépen köszönjük a 4 eurót, let's go! Nálunk már esett 70 cm hó, és mínusz 14 fok van. Aztán, köszönjük szépen a... Nagyon szépen hány eurót? 4 eurót. Köszönjük szépen a 4 eurót. Ja igen, mert te Ausztriában laksz, igaz? Ja, vagy Németországban? Hogy is? Jól emlékszem? Németország, jól szerintem emlékszem. Ausztriában laksz. Szerintem Németország, ugye, Kristóf? Na, nem. Igen, Németország. Na, és ja, gondolom, hogy fenn a hegyekbe, de... 70 centi az elég jó. Fú, én amúgy annyira szeretem a az telet. A lényeg, hogy valami német ajkú. És most úgy örülök, hogy itt is van normális tél, mert tavaly nem is volt szinte tél, és most egész jó tél van. Most olyan jó kis mínusz fokok vannak, minden, eléggé szeretem. Ja, és srácok, ilyenkor nagyon jól lehet fogyni, mert a hidegben sokkal több kalóriát égetsz, mert hogy föl kell melegíteni a szervezetedet. Ja. Jó, oda menjünk. Itt kétszem. Meddig fagyod be? Hát elég sokáig, pár másodperc. Igen, hát az nagyon nem jó. Hát nem jó. Azt, milyen jó az a hely. Hova menjünk? Szerintem ide. Jó. Már lőnek onnan, ezt nem hiszem el. Megint izé, shotgun lőszer az van. Természetesen. Te harcolsz? Aha. Baszta! Mikulás boss! Mikulás boss! Mikulás mi boss! Mi az izé? Ez a... Bén a izé, family. Mi a szar? Tőzsd már! Nincs lőszerem! Ó! Ó! Mr. Uram! Segítség! Ajaj! Mi?
Jó, az már játékos. Fúj, de kis undorító, fúj! Bakker, és följön, és akkor engem lelő, és leszalad, Bakker. Jaj, ne, nincs izém. Ne! Menjen, nem Freddy Krueger! Máté, itt a játékos, itt a játékos. Jó, nincs lőszerem, egy semmi. Itt a játékos, azt lőd, nincs azt a fehéret. Nincs semmi lőszerem, nem fogod fel! Hát de Bakker, akkor lootolját ott vagy benne az épületben. Jó, hát azt csinálom. Amúgy nem láttam játékost egyáltalán. Jó, hát itt szaladgál és lootol. Jó, már vissza, el is menekült. Ez a Máté állandóan elmenekül és cserbe hagy. Ebből áll a Fortnite. Ezt fejezd be. Ezt a... Te fejezd be, hogy elmenekülsz. Csárba hagy! Most oda mentem és levettem az összesnek az összes életét. Mit úgyhogy csöndbe legyen. Az hiszem, hogy nyújtás enkelt. Ugye ez a Peter Griffin. Hát azt mondom. Jaj, de faj már ez a marhaság. Ez annyira nem vicces, ez a Family Guy, hogy valami de. Hihetetlen. Annyira nem az. Szeretem. Szóval cringe, mint az állat. Mindjárt jó, hát az most... a fehér ilyen nyuszi ruhás. Mások. Üzé. Más az... Mindjárt jön az a fehér nyuszi ruhás. Üzé. Jó. Na, erre gyorsan felszedem a kártyát, mert Alex Spire az úgy. Jó. Hopp. Van itt egy ilyen újra töltő genya, szóval oda lemehetek. Valahogy. Az a nyuszi ruhás ellenfele. Ott van. Hát ez gyönyörű. Ott ízél. Persze, menj rá gyorsan. De miért tölt 50 évig ez a shotgun? Jó. Jó, hát most már úgy is meghaltunk, úgyhogy minden. Megyek. Jó, valahol valami izé, gyorsan. Valami, jó, heal. Az nagyon jól jön. Oké, és valami izét kéne találni. Valami járművet. Hát, jó. Ott van. Lamborghini. Kifogyassza a benzin belőle 5 méter alatt. Hát, azért, hogy beérjek. Visszajövőbe. Jó. Azta. Ez tök jó ez a kis izé zene. Milyen zene? Na. Felhílelem magam, és akkor izéllek. Rebootollak. Azta. Na, ez epic volt. Durva volt. Na, reboot. Már inkább innen, hogy... Inkább innen, hogy... Ja, tényleg ma ott a vihar. Hülye vagyok. Na, jön a... 9 másodperc. Jön a tűzvihar. Egyből szállj be egyből majd repülök, a izébe. Egyből és te meg ülj be egy kocsiba. Jó, és megyek, érted. Jó. Let's go, a kedvenc zeném! Kedvenc Fortnite zeném, megy. Ez olyan, mint hogy most egy videó lenne. Cyber Chris! Oké, gyere! Cyber Chris! Gyere, John! Hello, John! Cyber! Ejja! De akkor szállj már be! Jó, beszálltam.
Máté, ott van a harc, menjünk rájuk. Most ölték meg egymást. Fent van. Majd a fentire menjünk rá. Nem, leugrott. Hol vannak? Mit izérsz már? Gránátozgatsz, te csicska. De miért nem sebződsz? Hát rád, téged lőlek, hát akkor miért nem sebződsz? Meghaltam. Nem, ezek a sátkának most barzalmasak, hogy így... De nem, mert van, amelyik nagyon durva. Jó van már. Na, csak a egy. Nem, mert van, amelyik jó. De ez... Mert őt lövöm, hát látom, hogy hol van az egér, ilyen piros öltönye van, bakker, és a piros öltönyére célzok, piros és ő öltönye. Egy helybe guggol, és ő engem lő, meg őt lövöm, és nem mennek fel a sebzések. Pedig amúgy jó volt. Jó volt. Csak, ja, mindegy. Meg kell szokni még ezt a ja, igen, mert sokan már tegnap óta játsszák amúgy. Na, akkor már jobban megszokod. Meg nem, hát alapból nem játszottunk. Nem ja, nem, ja, nem vagy, nem vagy most az új szízenben. Szóval ja, azért durva. Jaj, na most rendesen özém lett. Ilyen szomorú lettem attal a Family fastal. Ja, mert ez vannak benne vicces poénok abban a Family Guy-ban, de ezek amikor így ilyen fél óráig ugyanazt csinálja, és akkor az a poén. Ja, és akkor 20 perc. Az a poén, hogy fél óráig ugyanazt csinálom. Ha-ha-ha, de vicces! Fájlalom a térdemet 45 percig, hogy olcsóbban meg lehessen csinálni a sorozatot, mert nem kell animálni a karaktereket, mert csak így ülök a izénben, és így oda-vissza van játszogatva ugyanaz a mozdulat, szóval megsporoltunk 35 000 dollárt a animációs költségen. Azt a de vicces! És hát akkor ez így vicces. És azt a izét vágják be a Fortnite-ba. Honnan van a székem? Hát végül is, hát vettem. Ja, most így... Mondom, most tényleg nem akarok reklámozni, mondjuk már annyi mindenkit reklámoztunk ingyen, hogy Mátek ja. Mindegy. Ja, most is körülbelül 20 ingyen reklámmal ja. Legutóbbi Máték gépes videójának. Hát ja. Ja. Ami közül szívesen csak a PC Service Szentendrét reklámoztam. Igen. De hát muszáj a izéket, most hogyha elmondott, hogy mi van a géped, akkor azt muszáj reklámozni. Érted. Ha érted. A drónokat lőd, mert azok adják a jó utat. Drón. Nem oda jön, ahova én. Nagy véletlenül. Ez az. Ez jó. Ez az. Mi ez a Frober? Mi ez a Robert? Ja, Flober az... Azt a roha! Robert Gida. Mi ez a Flober? Ó, 10 pajzsot ad. Igen, és nagyot ugrasz. A első ugrás. Vagy ja, szerintem idő. Szakos. Aha, igen. Ejjó! De miért? Jó, maradj ott egyedül megint. Kinnap 850 ellenfél előtt. Hát. Hogy béna vagy. Jaj! Azt hittem megint lő valaki. Ott repül le valaki. Jó. Ott repül le megint valaki, de ezek szerintem izék. Itt van! Na ez jó ez a shotgun, na ez tetszik. Ez bot szerintem. Várjál, ide repült le valaki. Ott van! Ezek szerintem mind botok.
ezzel jobban járok, mert ebben van lőszer. Többiben nincs. Ja. Hát... Csak amúgy ezt valaki egész véletlenül meg tudná nekem mondani, hogyha 20 milliárdan játszanak a Fortnite-tal, akkor miért nincs izé? Nézd. Akkor miért kell telerakni botokkal a lobbit? Ja, én ezt nem értem. Most néztem, mikor beléptem. 560 ezeren játszanak, csak a Zero build-en. Érted? És akkor nem tud... Ja, nem futja az én batak nélküli lobby. Ha ne szórakozzunk már, ja. Kis anyám. Krisz! Ezt most nem mondott kamaján, ezt a nyomarékot, én megette. Ja, mindegy, már fullos a hizet. Itt van valaki! Itt lesz át. Ott van Ben! Ott van Ben. Ott volt benne a büdös csicska. Nem arra volt. Most már arra van le. Ed? Ja, ezek a shotgunok, ez most barzalmas szerintem, ez az összes. Most mondtad, hogy na ez a shotgun jó? Hát akkor... igen, de azóta felvettem egy szarat. Szarat. De azt mondtad, hogy ez összes. Ez barzalmas, az összes. Hopp, ott van. Fruj. Ja, nincs lőszerem. Ez most komoly. Na, akkor adjad majd én lelövöm. Hol van? Már mindegy, ott futott. Ott. Menjünk utána. Jé, tök jó, ez nagyon jó. Nincs lőszerem! Jó, hát leszarom. Leszarom, hogy nincs lőszerem. De nekem én is sose lőszerem. Hopp, csúszás közben lehet tölteni. Megeszed a lőszert? Mit csinálsz? Itt megy a harc. Itt mennek a harcok. Nincs távollövés lőszerem. Neked van? Hát egy pár van, 28. Ja, akkor mindegy, akkor nem kell. Na, menjünk lootalni oda le. Ott a hídon harcolnak. Oda menjünk lootalni. Hallod? Lemegyek oda lootalni. Jó, megyek én is, ma úgyis ott harcolnak. Itt a híd alatt, mint a csövesek. Ó, oh, hello. Lőszerem az még mindig nincs. Azok hó harcolnak. Azokat nem is látom. Na, bepattanok egy geosztiba, azt megyek. Jó, lőszerem az még mindig nincs. Jó, meg mindig nincs. Jó, mindig nincs. Geosztem. Oké, mindig nincs. Nagyon hopp! Na, vajon ebből lesz lőszerem? Vajon ebből lesz lőszerem? Wow! Igen, jó. Ezt is nem adtam ilyen. Jó. Mi a franc? És most lelőttem az összes lőszerem. Te hol mész? Mi? Te hol mész, uram? Ez hogy jól megyek. Te hol mész, Mr. Uram? Ja? Megölted a hull a testeid. Aha. Na gyere. Ott van Máté pajzs hal. Ja nem, de az nem kell meg. Nem kell, fullosan vagyok Máté. Na. Ott egy chest kinyitjuk. Hát ne nyitjuk, menjünk, nem? Hát nyissuk azért ki. Nekem meg mindig hull a lőszerem van. Húzd be, mennyi. Jó, mindjárt jó. Oké és? Várj csak meg. Oké és megvárlak, kedves haver. Kedves friend. Wow, jön a vihar, wow, gyere már úr. De mi az, hogy 5 másodpercenként mert jön a vihar? Mert felgyorsították a vihar, buffa. Ja, de amúgy ez jobb is, mert hamarabb kész van a... Buffa, itt lesz a harc, itt lesz a harc, figyelj. Nem, a dam túloldalán lesz. Ott vannak fent. Ez is mind bot. Nem! Izé már! Hát nem igaz.
Hopp. Ezé, sniper. Gyere a bokorba. Jó, persze. Ott lelőttek sniperra. Vagyis, hogy lelőtte valaki. Jó, persze! Nice. Jó, hallod, ez kamu volt. Ez nagyon nagy kamu volt. Ez most nagyon nagy kamu volt, ezt nem hittem el most komolyan. Megint a shotgun, hogy kattingatok és egyszerűen nem lő, és már meghaltam, mire lőne egyet. Hát ne vedd fel azt a szar shotgun. Jaj! Megtottam a mikrofont. Viszont ezek a weapon modok nagyon tetszenek, csak nem tudom, hogy kell őket modifájolni, mert nagyon idegesít, hogy... Szerintem biztos jelzi a térképen, hogy mi a helyzet, meg hogy van. De nem lehet az inventory-tba modifájolni? Nem. Én azt látom a videóban, hogy valami station-hez álltad. Station. Station. Nektek mennyire tetszik az új chapter? Nekem őszintén szóval nagyon nem tetszik. Az is észrevehető, hogy sokkal kevesebb helyszín van, mint az OG Fortnite-ban. Hogy őszinte legyek, amúgy ez az OG Fortnite season nekem nagyon tetszett. És azután ez egy kicsit fura, de szerintem hát azért megszokható. Ja. Hát érdekes, mondjuk azt. Nekem olyan érdekes. Igen, olyan érdekes, de hát nem tudom, még egyelőre nem tudom, hogy mennyire tetszik. A shotgunok barzasztóak, azt már észrevettem. Nekem pont tetszik. Van az a hosszú shotgun, az tök jó az volt. Az barzasztó. Az nem. Marha jó, mert az nagyon gyorsan lő. Az a hosszú. Ez a hosszú ilyen kocka shotgun. Mennyi ideje megy a stream? 1 óra 10 perc. Miért 60 FPS-en játszol? Mert úgysem látjátok jobban, úgyhogy nem... vagy úgysem látjátok nagyobb FPS-en, szóval nem kínzom a gépen, miközben még streamelek is. Hát igen. És még mindig hideg levegőt fúj magával a gépem, szóval ez nagyon epik. Ja, tényleg jó. Valami volt az izével a... Valami eddig mi a véleményem az új gépemről? Az, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durva, és el se hiszem, hogy ilyen létezik. Ráadásul, hogy ez az enyém. Ez véleményem. Ez nagyon jó, ej! Már lőnek téged? Persze, izék. Jaj, de jó, hogy leestem pedig. Ott volt egy rakás izé! Miért vagy? Máté, segítened kell, mert meghalunk! Meghalok, mert ez mindig eltalál! Fuss! Fuss, gyere! Most ez. Megint azt fogod mondani, hogy cserbe hagy! Hát persze, hogy cserbe. Hát most megöltem körülötted, vagy 20-at. Mit öltél meg? Hát 8-an körbe vesznek, bakker. Jó, és már itt a játékos, és jön ide, és megöli a holttestemet, bakker. Az így bent bujkál a szobában. Ez egy nagyon értelmes játék. Hát ez, na most ez mondjuk én nem ezt tetszik. Ezt most nem értem, hogy miért kell ezt, hogy 260 katona ilyen hadsereg körbe vesz, ezt bakker. Ezt én sem értem, ez miért jó. Heal, de sehol nincs heal. Jó, de most megint heal lesz, és akkor egy 3-4 órán keresztül itt rohangálsz, és nem történik semmi.
Hát ez a Fortnite, Krisztián. Nem az a Fortnite. Ez a Fortnite. Az a Fortnite, hogy harcolsz és hősként már elpusztulsz velem. Nem az, hogy elmenekülünk. De basszus, ne legyél, már mindig megdög lesz. Te áruló büdög. Áruló dög. Hadd bíróság elé leszel állítva és ki leszel. Jó, most lőnek agyon. Jó, meghatál. Ezt nem hiszem el. Oké, és ez a láthatatlan. Mitik fegyver. Köszönöm szépen. A láthatatlan cheater. Nem tudom, hol találta, de hogy nekem azt nem lehetett megtalálni, az is biztos. A spectate. Na, Máté, megnézed a láthatatlan cheatert. Nézd már. Jó, hát neked nem tölti be. Kristóf, nagyon szépen köszönjük a 2 eurót. Németben lakok, közel az Alpokhoz. Chris Wien. Ja, hát... jó, de közel az Alpokhoz, akkor az... Az már ott tulajdonképpen Ausztria. Hát igen, azt mondom. Ja. Az tök jó lett. Fú, az már király lett. Vagyis hát olyan szempontból negatív, hogy nem Magyarországon laksz, de így ott fönn a ilyen téli Alpok. Az nagyon, ja igen, igen. Alpesi. Hát mint a Milka, onnan hozzák a Milkát. Igen. Az Alpesi. Lila tehenek vannak. Ja. És ráadásul mondtad, hogy mínusz 14 fok, az innen nagyon hiányzik sokszor. Nem azért, mert hogy olyan... Hogy így jó, de hangulatos, az biztos. Ja, amúgy jó, mert... Hát meg amúgy jó, mert megtöglenek a bogarak. Ja, jó, ez a természetnek. Nem tudnak elég mélyre menni a víz alá. Ja. Na. Ezért ezt kapott el, ezzel a pastántér. Na itt van, nézd meg ezt a shotit, Máté! Ennyi. Nézd meg milyen... Most full nyomkodom a... Ezért. Jó, de ez ilyen pán lassan lehet. És ez ilyen 80-akat ennyit sebez. Ennyit er. Hey! Ez ilyen 80-akat sebezott, Koska. Ja, 80-akat. 182. Most annyit sebeztem. Vagy ha mire... Klasszi Outfest. Jó. Hol van ez? Nem klassz. Tudom, Krisz, neked eddig van bármilyen hely, ami tetszett. Nekem egyáltalán. Az a téli, amin azonnal meghaltunk. Az tök jó volt. Ja, ez tényleg nagyon jó volt. Hát ez a legutóbbi, hát ez valami hány inger volt. Majdnem hánytam is egyet. Körülbelül olyan érzésem volt. Persze, milyen alacsonyan tudott érkezni, mert... Ja, az túl alacsonyan is érkezett, az okos tónci. Mi? Nem? Jó. Oda megyek. Hova? Ja, ide jó. De jó, hogy végre be lehet ugrani az ablakon. Én is megyek a balkonira. Jó? Milyen jó kis... azt a milyen zongora! Let's go! Le lehet ülni zongorázni? Nem. Ezt a szart. 1/10 a játékban nem lett. Miért olyan az orrom, mint a ki lenne dörzsölve azért a zsepitat? Pedig egyáltalán nem szoktam fújni az orrom mostanában. Nem tudom, mert eszkimó puszit adtál valakinek biztos. Ja. Ha? Ilyeneket csináltam. Ja, először. Ki az, mi az? Valakik itt szállnak le, ezek a botok. Azt sem tudom, mi milyen fegyver, meg ilyen ja. Nagyon ilyen fura. Ja, most ezt nem meg kell tanálni, mert... Ott jönnek, látod? Nagyjából. Menjünk rájuk. Egyszerre mondtuk. De azok botok úgyis nagy. Oda mész le a lázod őket, az kész. Na most hol vannak ezek? Azt a de király! Mi ez? Nem lehet lőni ezzel a shotgunnal. De szerintem borzalmasak ezek a shotgunok. Hallod, mert egy icipi... kb. 15 másodpercenként lő, és egy icipicivel mellé lősz, és nem találod el. Mert az slagos. Ez marha jó. És ez a Burst SMG, ez meg valami barzasztó.
Az tényleg az. Marha jó, hogy vannak. Igen, mert börztölsz vele egyet, és 10 milliárd évig újra töltik. Van egy... tök jó, mert vannak ezek a weapon modok is, amint a más fegyver lenne. Tudod is, pedig ugyanaz a fegyver. Hát nekem pont az a bajom. Hát meg kell szokni, meg kell tanulni. Ja. Még egy csodat. Itt van például a szkópos. Hopp, lőnek. Most jött ide észre, már ezer éve lőtte. Mit nyomkodod már a space-t, ilyen vadul, te őrült. Mert fel akartam ogranni. Itt, itt van valaki! Ha? Ez valódi játékod? Igen. Büdös csicska! Mit büdös csicska? Ezek a rifle-ek viszont nagyon jók. Igen, ez valóban nekem is tetszik. Ez az végre megint van ilyen nagy tó. Ez tetszik nekem. Ezek a téli helyek tetszenek, de amúgy azért is, mert most ilyen karácsonyi hangulatoskodás van, nem? 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 Nem, 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 nem. Uh-huh. Igen. Uh-huh. Nem tudom, mit mondtál, de... Azt gondoltam. Jó, van már, na hát nekem a csestet is kell figyelni. Ez a csetet. Itt van valaki. Jó. Fú, hogy mindig elmenekül akkor pont, amikor lőném. És megint! A kis szerencsétlen. Vagy is szerencsétlen. Elpusztítom a dögöt, hogyha nem bírsz. Elpusztítom. Aztán, én nem tudom, srácok, nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de én egész életemben ilyen minimum grafikán játszottam mindent. És még akkor se futott úgy, hogy ilyen tökéletesen, hanem mindig volt. De jó. Mindig volt valami mindenek probléma. Az FPS-sel, vagy a képpel, vagy valami, és most ez olyan szürreális, mindig azt hiszem, hogy itt valami gond kell, hogy legyen, mert egyszerűen olyan tökéletesen fut, és semmi probléma nincs. Az előbb volt az a lag, de azt szerintem nem tudom, mi volt. Az pontosan. Is lehet, hogy az még, hogy a Fortnite egy új. És hogy itt... Igen, lehet. Ej! Hát az... Kösz, bacsi. Ja. Nyugi, elimináltam a kis havert. Ezek jöhetnek. Jó, na menjünk. Perc a bot. Gyere, 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 gyere! Nem meg fogunk halni. Itt pusztolunk! Na. A rádiót nem tudom, hogy kell automatikusan kikapcsolni, de... Üssük el! Hol vannak? A hídon szerintem. Nem, a hídon. De miért nem hal meg? Meghalt. Szálljunk ki! Haha, büdös csicska! Hello, büdös csicska! Kérsz egy fejedbe? Itt van, megkapod! Ez a nagy lövöldözés? Nyugi, már ezt leszedem! Szép volt. Van még? Mik ezek a bombázások? Szerintem nem tudom, mi ez. Valami nagyon durva. Ott hílelt valaki házban. Ott, mert átjött a falon a hílelés. Aha. Nem tudom, mi ez a hang. Ja, ez a G-osztály csinálja. Ja, igen, mert már így ropog a motorja. Szerintem beakadt. Aha, de most abba hagyta. Legalábbis nekem. Azt mondod, hogy itt van benn? Igen, mert ott láttam, de ne menj oda, mert jön a vihar, Máté. Jó. Nem figyel, okay. Nem füle. G-osztály, G-osztály. Vattam be a G-osztályba. Jó, de amúgy csak így mi ismerik ezt a kocsit. És akkor a srác. Jó, hát most... Jó, de amúgy... Mi úgy hívjuk, hogy G-osztály lesz. Mert ez amúgy azért is van bennem, ez olyan híres lett ez a kocsit. Igen, igen, ezt mindenki ismeri. Mi Vaj, de menőm megy most ez. Már nyikorog, meg... Ott van szerintem ilyen. Ott lőnek. Mit lősz?
Azt a Google-on. Nagyon jókat most a, ezek a rifle-ek, nagyon tetszik. Nekem is tetszik. Valakit követnek. Valakit követtek itt. Aha, 11. ott van. Azt a 11 killünk van. A T-fiúé ellen. Jó, meghalt. Ja. Jó, meghalt. Amúgy milyen fura Máté, hogy a T-fiú... A T-fiú meg a Book hajjan ellenünk. Milyen fura, hogy a T-fiú meg a Book hajjan ellenünk, mert hogy visszatér a T-fiú meg a bukha, vagyis visszatér a T-fiú, és egyből ellenünk teszi be, nem? És kinyírjuk visszajel. Visszatér a T-fiú meg a bukha, vagyis visszatér a T-fiú meg a bukha, mert hogy ez T-fiú, visszatér a T-fiú. És milyen fura, hogy a T-fiú nyugdíjba ment egy hónapig, nem? Yeah. Aztán folytatta. Srácok, ti szomorú voltatok, mikor megtudtátok, hogy a T-fiú szomorú van, vagy tudjál, nyugdíjba megy egy hónapig. Krisztián, ott hagytalak, gyere! Én amikor megtudtam, a T-fiú, hogy a T-fiú nyugdíjba megy 22 évesen, akkor biztos azt gondoltam, hogy nem fog visszajönni egy hónap múlva. Yeah. Mi ez a vonat? Ja, az a vonatot mutatja a térképen. Aha, igen. De jó. Ja, a vonat. Tök menő. Máté, mutassam, hogy min van. Mert szerintem te el fogsz ájulni, ha megmutatom, hogy min jó. Van. Nem hát próbáljátok neked? Ki kicsit egy a build-ot. Hát nem. Azért nem próbáljuk nem ki, mert próbáljuk az, csak ki. Be fogunk menni, és így ránézünk valakire, és odaépíti mellénk a Burj Khalifát, és akkor viszlát. Mi ez a térképen? Ez a sárga genya? Nem tudom. A vihar. A meteorraj. Máté, odaadnék egy ajándékot. Hogyha megállnál. Fogadjunk egy sharp tooth shotgun. Fogadjunk, hogy odaadok egy ajándékot, ha megállsz. Na. Jó. Oké. Cseréljünk. Dobd el a shotgunod. Wow! Let's azokat go! Azokat a modokat nézgetsz. Azta. Full modos. Ja, bocs. Red full. Eyesight, speed mag, laser, muzzle break. Let's mi az a lézer? Lézer, na ha mert azt a muzzle break-et nem érted, akkor megértem, de az, hogy lézer, azt nem jó, érted. De mit csinál a lézer? Hát laser pointer, gondolom, red dot. Az a red dot, eyesight. Nem, eyesight. Az eyesight. Klinger. A lézer, az meg a lézer. Klinger. Ja, amúgy van ilyen ninja, vagy hívják is. Ilyen ninja, oda vünnyasztós ja. Lutja. Ja, amúgy srácok, ja, megnézzük, hogy hogy megy a Fortnite minimum grafikán. Mert nagyon kíváncsi vagyok most. Megnézzük. Ha? Nem tudom, megnézzük. És megnézzük, hogy hogy megy a ninja várjon. Azt hiszem egyből átállítja itt a Fortnite-ben, nem kell kilépni, ugye? Azt a ninja várjon. Hopp, lőttek. Megnézzük, hogy a ninja warrior szár, hogy megy. Kicsit durva volt. Aszta! Megnézzük, hogy a ninja warrior Kenji Gaiden. Kuss már! Knife, hogy megy. Gyere vissza, mert kimentek körbe. A fenőjébe. Hopp, itt van! Ninja warrior Kenji Gaiden szár! Ezt láttad? Durva vaut. Mi vaut? Az vaut, hogy meghalt egyből. Azonnal. Sárga kör a térképen az, hogy valaki felvett egy valamilyen pajzs ja, az ami... akkor be fognak jelölni a térképen. Máté, Ninja Warrior Kenji Gaiden Star, neked is. Krisztián, légy szíves, hagyjál békibe. Na. Akkor osz, menjünk rá. Ha, mire? Hát mire a menjünk? Sárga kör. Az a ellenfél. Jó, de az az, hogy benne van ebben a körben, az nem azt jelenti, hogy itt van. Ja. A közepén van, nem azt jelenti. De igen, ott van. Elpusztult? Nem. Most heal-el valószínűleg. Ha!
Aha! Vigyázz, itt egy banán valahol alul. Azt se tudtad, hogy hol van. Ott megy. Ott megy a banán. Hol? Hol? Ott van. Ezzel lehet? Ja, bacs, ezzel lehet gyorsan menni. Ja, na megyek, mert Ninja Gaiden sztárommal meg. Aj, nem tudok Ninja Gaidenezni. Ezt nem hiszem el. Hatalmas hibát vétettem, nem tudok Ninja Gaidenezni. Máté, van nálam pajzs. Jönnöd kell ide! Menekülj onnan! Jó. Mindjárt feltöltődik a ninja mindjám. Jó. Ez nagyon OP ez a ninja. Genya. Na, lelőtt az életemet az előző kedves úri ember. Ja. A banán el tudott menekülni. Ez az. De szerintem az egyedül van. Te lősz? Nem. Jó. Valaki, te ziplinoztál? Én voltam, jó. Nyugi. Ez a ninja genya, ez nagyon erős. Én ilyen tizeket csebeztem be, meg azt se tudtam, hol vagyok. De szerintem ellenfél se tudta nagyon, hogy hol vagyok, szóval... ja, viszont nagyon, most ez nagyon OP most. Csak az a banántól félek, hogy nehogy elüzéljen. Ott van mind a kettő amúgy. Ott vannak. Látod, ott van a sárga genya. Menjünk oda. De ez úgy lerontja ezt, hogy tudod, hogy hol vannak. Ott van! Föllőtte magát az égbe. Ja, tényleg mind a kettő ott van a csicskák közül. Ja. Oké, a banán meg ugye elment arra. De mi benn vagyunk a körben. Szóval. Jó, hát akkor. Miért csak 60 FPS-en van? Mert lokkoltam, hogy szebb legyen a nektek számotokra. No! Ezt nem hiszem el! Ezt a pancsár béna. Nagyon ügyes óta. Srácok, hogyha kiveszem, akkor megmutatom, hogy mennyi lesz. 240. Ja, várjál, a vészinket is ki kell kapcsolni. Máté, lövöldöznek és be fognak kerülni a izébe. Na, ezért nem akartam most állítgatni. Mindjárt megmutatom, srácok, jó? Nem fognak bekerülni, nyugi. Ez nagyon jó, onnan lő föntről. Jó, meghaltunk. Vagy oda kell menni rájuk, vagy várni kell. Jönnek rá. Ott repül a másik haverja, itt alul elmegyek. Megyek én is. Rá kell ninja gaidenenszünk. Gaidenenlünk. Menjél már, te nyomorék szar! Hát nem igaz! Jó. Jó, most még jó, hogy mondtad, hogy ezt a fosszart használjam, mert akkor még talán nyertünk is volna, hogyha nem egy helybe ugrálok ezzel a nyomorék szarsággal. Hát, hogyha nem bírat használni. De nem megy fölfele! Na, álljátok, srácok, átállítom a izét. Vészünk ki, és unlimited. Megnézzük, hogy úgy, hogy megy. Na, most van nem látszik, de a betölt majd látni fogjuk. Azt a hülye banánt kellett volna megölni, már ilyen idegestő. Nem tudtam megölni. Hanem elugrált. És meg ezektől... Ja, azt hittem már ezektől is elugrál. Máté, köszi, hogy most live-olsz, mert anyám elvette a gépem, és nem tudok játszani egy ideig, úgyhogy köszi. Komoly, miféle rosszaságot csináltál, hát, hogy elvette anyukád a gépedet? Milyen a szék? Nagyon jó. Nagyon szuper. Ez soha 200, ott láthatjátok fönt az FPS-em, olyan 200, ott nem tudom kivenni ebből. Ja, ott van baloldalt. A max az 320, az a legalja meg 270. 200. Ja. Ami elég hát most, ha megfordulok, akkor jóval lejjebb van. 170, 190. Hát látjátok, ott van. Ja. Az elég durva azért izén. Ja. A grafikán. Hát, hogyha most levenném a grafikát, amit most nem fogok megcsinálni, mert ez rengeteg idő. Max, ha majd leérkezünk.
Lehet, hogy újra kell indítani. Lehet, hogy újra kell indítani. Csak most úgy felpörgött a gép amúgy. Mint az állat. Szóval olyan 170 FPS-en van kb. Az új gép milyen? Nagyon epik. Nagyon tetszik. És már kipróbáltam vágásra is, és azt a... Ezt tudjátok képzelni. Ja. Olyan dolgokat képzeljétek el, hogy én ráteszek ilyen effekteket, meg a Máté előző gépén ráteszem ami effektet a videóra, és nekünk, vagy a én gépemen így áll a kép, és nem is játssza le a vágóprogram, mert nem bírja megjeleníteni. Yeah. Máténak még ilyen akadásmentesen megy az egész. Yeah. Szóval az nagyon durva. És jó, most ezt így nem tudjátok elképzelni, ez milyen elképesztő nagy... Elképesztő számlálót benyomtad meg? Yeah. Improvement, hogy mondjam ezt, hogy szokták ezt mondani. Fejlődés. De nagyon, nagyon durva. Amelyik improvement, hogy szokták ezt mondani? Let's go. Hogy szokták ezt mondani hangerienül? Hogy szokták széljelni hangerienül? Jó, bemegyek itt, nem érdekel. Nem érdekel. Srácok, próbálok mostanában viccesebb lenni, mert az volt, hogy annyi gondom van, és annyi teher. Ja, próbálok most viccesebb lenni, mert nem vagyok az. Annyi teher nehezedik rám az életben, hogy ja, tényleg. Nem bírok vicces lenni. Figyelj, próbálkozom, hogy viccesebb legyek. Próbálkozok, hogy jó kedvem legyen, de egyszerűen nem megy már. Nem megy már, mert ez ebben a világban, gyerekek. Ebben a világban. Ja. Olyan sok teher nehezedik rám. Mostanában háromszor kell kitörölnem a seggem, hogy ne legyen bajom. Olyan sok teher nehezedik rám. Tudjátok, mikor rendeltem kaját legutóbb a Voltból? Múlt hét kedden. Ebben a világban hogy legyek boldog? Arra sem elég minimál bér, hogy minden héten háromszor Voltból rendeljek chia magos, szezám magos csirke mellett. Chia magos bécsi szelettel és gombás szósszal. Milyen világ már ez, gyerekek? Krisztián! Aki nem tudná. Fullas vagy. Ilyen izék. De hülye vagyok! Mi van? Srácok azt se tudják szerintem, hogy hogy miről van szó, én megint beleélem magamba. Ez azt, senki nem tudja, hogy miről van szó, te ökörbarom. Ja. Van csak az én szoktam látni ilyen videókat a TikTokon. Ja. Gyerekek, milyen ország jó, ez jó, de Krisztián, ez kultúrált néző tábor. Nem néznek időt. Tehát mi a baj? Azt hiszem, hogy magunkra vonzottuk az összes izét. Dehogy bizonyos dalt. Kultúrált nézőtábor, itt nem néz senki szóval TikTokot. Na szóval ez a TikTok, ja, tehát. A TikTokon szoktam látni ezeket a ilyen videókat. Múltkor. Ja, még látni, hogy jött, hogy... Itt van valaki! Figyelj, és kiugrok az ablakon. 3500 forint volt a mai reggelim. És ilyen... Izé, vegán smoothie. Bakker, az a reggelie. Meg egy csokor újhagy. Ajaj. Mondom, azt tudom, hogy egy csokor újhagy már tiszen reggeli. Na, mire betölti a fegyverét, addigra meg. Jó, meghagy. Na, ez nagyon epik, ez nem tudom mi. De ez tetszik, ez a fegyver. Azt a rohadt. Ez mi? Oscar's ezt Frenzy nem... autós hátgánt. Éj, ellopta Oscar's Frenzy autós hátgánját. Máté, azt ha fölveszed, akkor magas most van körülötted a kör. Mert ez és... mi? Hát az, hogy most van körülötted a kör. Jó. Oscar's Medallion. Your de shield automatic replenish is overtime. Az, hogy föltöltődik a pajzsod magától. Ja? Csak látják, hogy jó vagy. Letadom. Jajtak. Gyertek! Na igen, és olyat láttam, hogy smoothie. Ja, meg... Srácok! Meg egy olyan videót láttam, hogy rendeltem a Voltról kaját, és 4500 forint volt. Hogy fizessem ezt ki a minimál béres fizetésemből? Fejezd már be! Fejezd már ezt be! Senki nem kíváncsi a fas TikTokra. Hogyha fas TikTokot akarunk hallgatni, akkor fölmenjünk a fas TikTokra. Csak elmondtam a srácoknak, hogy miért mondtam el, vagy miért onnan vettem ezeket. Na. Ja. Na mindegy, szerintem ez olyan vicces volt. Hát szerintem meg nem volt az. Hát jó, úgy vicces, hogy ez a hozzáállás, hogy
Ilyen luxus életet akarok élni, és a... és akkor azt mondom, hogy nem elég a pénz, de nem a elvárásaimat adom lejjebb. Ej, Máté, jön a... Jó, futás. Hogy hívják? Én körülbelül 10 év alatt 3-szor voltam étteremben, meg 5-ször rendeltem kaját. De Krisztián, ezt ne várd el senkitől, hogy így éljen. Hogy így kínozza magát, hogy nem jár étterembe. Ja. Étterembe járni az a létminimum. Azért... Ha nem jársz étterembe, az a létminimum alatt van. Igen. Ezt most ugye nem is gondoltam komolyan. És most így szembesülök a saját elvetemültségemmel. Nem látom az ellenfeleket. Mi ez? Mi ez, ura? Meghalt, büdös! Máté fejből öltek kétszer, nem zavar? Nem, mert nem ment le az életem. Menjünk be a körbe. Jó, menjünk. Ez gyere. Már nem izé volt. Ez már nem bat. Pattanj be! A G-osztályba is menjünk. De jössz? Let's go, let's go, let's go. Húd, megy a zene. Húd, jó, nekem. De most ez... De én ezt most nem értem, hogy te mi a francia hagyszál itt engem. Mert ott volt még egy G-osztály talán azért. De okoska. Direkt hogy mondtam, hogy pattanj be a másik G-osztályba és menjünk. Nem, pattanj be a G-osztályba. Igen, mondtad. Na, és nem bepattant a G-osztályba. Hát nem pattantam be, mert elmentél. És nem bepattanta és mentünk, hanem fogod, és így futkározol. Akkor köszönöm szépen. Ilyen okos vagy, akkor olyan okos vagy. Na. Mindegy, addig én itt le rüttyentek egy pár ellenfelet. Rüttyentsél a pár ellenfelet, én aztán nem érdekel ennyi aztán. Oké, okay, és le is rüttyentettem 3-at. Hát igen. Megettem őket ebédre. Ja. Igen, ez a T-fiú volt. Az itt, mi, hogy T-fiú volt. Milyen fura, hogy bármikor bárkinek találkozunk, az mindig a T-fiú, mindig a T-fiú, meg a bukha. Tök fura. Szerintem mi öltük meg legtöbb szeretik a T-fiú. Ja, és amúgy innen látszik, hogy micsoda ez a, milyen csaló, ilyen streamerekkel kivételeznek a T-fiúval, meg a bukhával, mert ők fogják, és hogy találkozhatunk többször is velük egy körre. Ja. Úgyhogy fogja, és ő újra életnek ilyen. Ő bármikor újra életet. Neki nem kell bemenni a másik izébe. Frontális ütközés! BOOM! Máté, frontálisan lőj be agyon! Azaz! És most ugorjunk és lőjük szét! Csicska! Haha, nem tudtál megölni, büdös dög! Igaz, hogy ketten lőttük a fejedet, és... De ez de mi? Ugyanannyi életet levettél Krisz. Nekem. Ez hazugság, mi van? Mert most tettük meg a tépjét, meg a bukát, és várj, ott volt egy mágnes hal, vagy mi az? Ez egy hal. Mágnes hal. Megöltük a tépjét, meg a bukát, és már megint ők voltak itt. És elütt, bakker! Hát ezt nem hiszem el. Na, gyere már! Ne már! Mi lenne? Ezt a pancsert! Ja, de na ezt magyarázza már nekem valaki, hogy... Ez hülye! Ez na, ezt most mennyi idő alatt öltük meg ezt a gomba ember? Ja, tök hamar. És az összes panzsomat lehet, és 10 életem van. Szóval... Ja, menjünk egy biztonságos helyre, és töltsd az életed, mert van nálam heal. Jó, szóval annyi életem vittünk le neki, hogy ketten lőttük, mint ő. Ő nekem ugyanannyi életet levitt. Majdnem, mert ugye majdnem megölt ő is. Az azért, nem azért húzsé, de... Ja, van élet. Viszont van nekem kis pajzsom is, úgyhogy azt is nyugodtan nyomjál be. No. Oké. Okay. Sétálás közben is lehet shieldelni, meg healelni, kivéve hallal. Komoly. Köszönjük szépen a... Az tök jó, de a hallal amúgy is lehet, mert... Informationt. Ez nagyon szuper amúgy. Ez tényleg jó.
Köszönjük azért. Ja. Amúgy srácok, amikor így izélünk, hogy csalás, meg ilyenek, azt mondom, hogy ne vegyétek olyan, mert úgy csak bénák vagyunk. De nyilván viccbe mondjuk. Azt csak így azért mondjuk, mert így frusztráltak vagyunk, és persze, itt csalsz, van valaki. Csalsz. És akkor így ezzel megnyugtatjuk magunkat, hogy azért haltunk. Láttam itt valakinek a lépését. De te hol vagy? Ja, ott... Láttam valakinek a lépését, az mondja. Ezt nem hiszem el. Na mindegy. Szóval még ott értem le a sínről, hogy próbálok viccesebben viselkedni, mert azt vettem észre, hogy amikor így, hogy így mindig a videózással foglalkoztam így a nap 24 órájában, és mindig így hú, na, minél viccesebb karaktert alakítom a Minecraftban, meg mindenhol, és akkor olyan vicces, így visszanéztem az akkori videóinkat, és akkor olyan vicces voltam mindig, és mostában annyira nem, mert mindenféle dolgok járnak a fejemben. Nem csak a videózás, és nem vagyok olyan vicces, mert csak így, mert csak olyan nem vagy, nem. Jó, mondjuk azt azért figyelni kell, hogy számodra vicces, vagy a hát jó, de én számomra is vicces akarok lenni, mert én is nézem a saját videóinkat. Hát jó, oké. Ja, amúgy tök fura, hogy régen így elsősorban magunknak akartunk viccesnek lenni, meg ja, viccelődni. Viszont mostanában már inkább a srácoknak. Ja. Itt ez a koncertszínpad. Igen. Úr, srácok, láttatok az Eminem koncertet a Fortnite-t? Tehát nagyon remélem, hogy láttátok. Ja. Tudnál? Persze, hogy nem. Nem láttad ezt a bénát. Ott mennek a multiverse-ben, és izé, és berepülnek a Nick E30-ék a Eminem koncertre. Tényleg? Én azt láttam, aha. Igen, így mennek a multiverse-be, és egyszer csak berepülnek ilyen sötét színpadba. De benne volt az a Nick E30. Nem, csak ők nekik gondolom kaptak ilyen kulcsot, és akkor így az event ott van, tudod, és akkor így lezuhant az a meteor, meg minden. Tudod, mert más csak a trailert ja, nézted. Amúgy nálam van az a genya, szóval látják, hogy hol vagyunk. Jó, hát nagyon örülök neki, kösz szépen, ügyes vagy. Viszont shieldem az növekszik. Ott van, fenn látod? Nem. Ott volt fenn. Fölmegyünk a szigetre? Ott vannak a lelógó madzagok. Hát. Hát, menjünk. Jó, menjünk. Nem találtunk még a ninja felszerelést. Aminek nagyon örülök, mert sabb ütös életbe többet. Én fogom az használni, mert rohadt király. Én biztos, hogy nem fogom használni, mert ragát. Hát én majdnem azzal öltem ragát, meg azt a banánt. Csúszás közben most már töltődik vissza az energid. Való ellopt előre majd ezt nem szóval. Csúsz már le gyorsabban, azaz. Hopp. Irány. Jó, meghaltam. Jó, szép. Jó. Jó, bemegyek. De itt 20-an fognak még jönni szerintem, úgyhogy menjünk. Én lesz fel. Mi az jó, a, mi az a pörgő, forgó... Jó, még nem jön senki, még nem jön, még nem jön, még nem jön. Jó, fel tudom healen magam. Vedd fel azt a izét, vedd fel azt a pajzs feltöltőset, nem baj, a látnak most. Jó, én is felveszem. Jó, nagyon epikül tölti a pajzsodat amúgy. Van zászló! Let's go! De örülök, hogy van zászló. Ja, tényleg, ez tök jó, az milyen régen nem volt már. Ja, én ezt nagyon szeretem, a zászlót. Már én muszáj kimennem. Sniper. Let's go. Hát én rétingeld a büfögésre helyettől 4-es skálán. 100. Hogy kell dobni azt a hát marsánot? Hát gyönyörű. Hogy kell dobni? Csodás loot volt ez. Mit kell dobni? Ott van, hogy itt van az inventory-ban. Ott van, hogy itt van. Tényleg csodás Valéria... loot volt. Valéria... Ez mit ad? Várja? Két medálom is van. Ja, ja, mert kettő medálom is csodás van. Loot, csodás loot. Jó, hogyha nem kell a legendary AR. Nem baj. Nekem nem kell, mert van legendary AR-om. Ja, jó. Attól még csodás loot volt.
Valaki ide lőtt sniperrel? Jól éreztem? Igen. Nagyon nehéz most lőni. Öten vagyunk. Öten vagyunk, szokás szerint. Ezt nem hiszem el. Állandóan öten vagyunk. Hát ezt nem hiszem el. Máté, volt már olyan... Nem vagyunk. A szigeten nem jó helyen vagyunk. Le kéne menni. Gyere. Hallod? Kit lősz? Vigyázz, gyere föl, sniperezik! Jó, hát eddig is sniperezett, csak azt akartam, hogy bekerüljön a... izébe. A... hogy hívják? A... Jó. Viharba. Oké, le kell menni. Le kell menni. Miért kell lemenni? Mert benne vagyunk a körben. Hát... És 33 másodperc van. De hogyha eljössz ide, akkor benne vagyunk. Ugye most nem csúsztál le? Nem, itt vagyok. Jó. De amúgy a körnek az a széle nem benne van a körben. Hát jó. A körnek az a széle. A szigetnek. Látod? Aha. Látod, kis haver? Igen, szerintem bejöttek alá, amúgy. Ott van. Ha jól láttam. Igen, ott megy. Nekik nagyon arra el kell menniük, mi pedig még mindig el tudjuk magunkat lőni, mert ugye ott van az a launchpad. Feljönnek! Jó. Nem töltök! De hogy lősz le? De hogy lő le egy másodperc alatt? Egyetlen egy másodpercot, ezt föl is veszem, bakker. Egy másodperc, le fogom mérni, mindjárt lemérem az izével. Hát ezt nem hiszem el, bakker. Én levettem iszonyatosan sok életüket. Viszont nem tudtam őket eltalálni, meg az elején el is kellett kezdenem tölteni a shotgunot. De hogy miért? Ezt nem hiszem el. SMG-t kellett volna használnom már. Guidix, nagyon szépen köszönjük az egy game kommandó tagságot. Ajándékozást. Köszönjük szépen! Ez nagyon szuper. Ennek én úgy örülök, ennek, amikor ilyen game kommandó tagság. Amikor tag lesz valaki, vagy ajándékoz tagságot. Ja. Ezt nagyon szeretem. Máté, jó Fortnite? Hát... megy. Na várjatok! Benyomom, hogy mennyi idő alatt tudtad, hogy a vonaton van egy chest, ami újra töltődik. Nem. 0,8... Itt van! Ennyi idő alatt vette az életemet. 190 életem volt. 0,88 másodperc. Igen. 0,88 másodperc alatt vette le 180 életemet. Kösz. Ja, szerintem is. Na. Van még olyan hely? Igen, ez. Ez az egyetlen hely, ahol még nem voltunk. Jó. Igen, hát ez az egyetlen ilyen nagy hely, ahol még nem voltunk. Hát nyilván. Máté, mondd meg Krisznek, hogy ne idegeskedjen. Hát, jó. Amúgy nem idegeskedek, hát amúgy eléggé ideg, de amúgy annyira nem komoly, mert így amikor így vége vége van a játéknak, akkor így egyből ilyen nyugodt szoktam lenni, szóval nem úgy idegeskedek, hogy így utána, hogy így jaj, mérges vagyok folyamatosan, csak így ilyen, nem is tudom, talán azért, mert így ilyen izgatott az ember, hogy hú, így jönnek a lövések, és akkor így fölmegy a pulzusszám, tudjátok, és akkor ilyen
adrenalin szintet föl, megy meg ilyenek, ahogy így harcolsz így a játékban. És akkor így hirtelen történnek a dolgok, és így kiabálok, hogy ha valami nem úgy működik, ahogy én szeretném. Hát. És átmegy másik helyre. Itt volt. Ide én érkeztem le először. Mi az, hogy átmegyek? Hát te mentél át. Átmegy a másik helyre, azt nem hiszem el. Jó amúgy ez a hely. Ilyen jó kis karácsonyi hangulatú amúgy most ez a mappa. Nem? Ja, egész jó. Hát szerintem arra is tervezték amúgy. Igen. Jaj, már jöjjetek, ez az jó van. Nagyon örülök nektek. Jöjjenek is. Na, gyertek! Mi az? Valami legendary kártya! Let's go! Vigyázz! Ugorj már fő! Vigyázz! De mit csinálsz? Azt a rohadt! De mit csinálsz? Jaj, de jó. Nincs lőzerem! Jó. Ezt most én vettem le a saját életemet. Nekem nem vettél egy pillanatot se, azt itt volt. Máté! Fölvetted a vault cardot? Fölvetted a vault cardot? Fölvetted a vault cardot? Fölvetted a vault cardot? Nem vette föl a vault cardot? Ősi hiba, Máté, ha nem vetted fel a vault cardot, te beőrült. Hát nem tudod, hogy ő kell venni a vault cardot? Aztán, hiszem már... Gyere utánam! Egyenlőre nekem heal kell. Hát itt a szerinted a vaultban nem lesz heal? Okoska. Nem hiszem. És amúgy itt is van heal, még a vault bejárata előtt is. Ezt nem hiszem el komolyan. Jó, és hol mentél be? Ó, mentél be. Ezt nem hiszem el. Ezt komolyan mondom már ezt a figurát, ezt nem hiszem el. Amúgy nincs. Te vagy a figura. Szál heal nincs a vaultban, de... Mindegy? Na. Hol a fasba van ez? Ezt a bénát, hát vissza gyere már, hát vissza. Nem lehet bemenni. Került már meg a épületet. Nem biztájékozódni. Hát mi vagy te csiga? Akkor. Az megy ki az úttestre, azt elütje az alul. Na kösz lila. Na kösz lila. Fám shotgun, az nem kell. Autó. 1200 aranyom lett. Wow. Ja. Nekem meg jöhetne a shield, vagy a heal. Az a kettője. Vagy a shield. Jó, akkor itt a shield. Azt ne lopd el az émet. A Frenzy autósátkán. Na, én meg a Frenzy autósátkán. Árkal fogtok játszani? Hát, ez majd kiderül. Ez majd kiderül. Valószínűleg. Vagy nem, amúgy lehet, hogy azért vettük vele, mert nem játszunk vele. De amúgy lehet, hogy azért vettük meg, hogy játszunk vele. Hát, két tudja. Na. Ja, valószínűleg azért. Hát ez olyan nagy titkolózós amúgy, én elmondanék nektek mindent, de hát itt titkolózni akar, akkor nem mondok semmit. Én rajtam, nem újjon. Ez tört. A shieldje. Hát ezt teljesen elrontották, ezt a éjjározást. Ilyen távolra. Ez az. Kitárasztam rajta, és semmi, nulla találat. Let's go. És egy helybe állt. Ez az. Let's go. Ez az, nem sebzem a üzét. Tőcsmá! Asztana, ez jó sántgán. Akarsz jó sántgán, Páté? Gyere csak, kedves barátom, ez meghalt. Ez most komoly. Na, igen, itt beszélgethetünk még a cserben hagyásról, kedves Krisztián. Vince, nagyon szépen köszönjük a 200 forintos támogatást. Ja, hát, ja, mert hányszor is mondtad, hogy segítsen? Ja, nullaszor, jó van, értem. Hát igen, direkt azért, hogy vedd észre, hogy mit csinálsz. Szép volt, az jó sok volt. Ne menj, elkezdj el futni. Jó, mindegy, most voltam. De menjél már, hát mit csinálsz? Ezt nem, semmit nem érsz. Itt van mellett, ja, nincs melletted, jó. Mi, ez meghalt már. Gyere be a fa mögé. Ja, lelőtték a hulládat. Shield breaker, az jó. Csak rádob. Szép volt.
És most be kell futni mögé, rá kell sprintelni, és be kell ugrani mögé, és shotgun, bum. Vagy shockwave grenade, itt van melletted. Menj be, ugorj be mögé. Miért dobtál a izémet? Szép. Szép! Lőd! Lőd! De miért nem lőttem? Hol van? Hol van? Ott elment. Megvan a kártyád? De nem tudom. Aha, szerintem megvan. Megvan, nálad van. Viszont itt van egy csomó fegyver, nem mindegy, majd visszajövök érte, hogyha... Persze, hogy itt lövöldözte. Ugyanoda fog menni, mint te, szerintem. Ja, de nem, mert nem vette fel a kártyádat. Vagy a kártyáját. Jó. Itt van ilyen... A belső felén rebootolj. Hopp, most onnan jönnek feléd, látod? Fönt a térképen. Aha. Igen. A fenébe. A vonaton jön. Ja, a vonaton jön? Az jó, mert az kanyarodik át. Ide jössz hozzám, Máté? Szerintem kimegyek a partra a fegyvereimért. Jó, jó. Felőlesztette ő is a haverját. Igen. Igen. De ő hogy a fenébe? Máté! Máté, hol vagy? Mi az? Itt vagyok. Ne, gyönyörű volt. Gyere, 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 gyere. Mert mi az? Gyere ide be. És tönkretette a pajzsot. Mert most a Krisztián rám szólt, és tönkre ment a pajzsom. És a nagy pajzsot ittam, és 50-100 életem lenne. Ja, mindegy, jó, legalább kettő van. Na azért. Na. Krisztián, legalább ez is kiderült. Ha abba megszakítod a pajzsot, akkor eltörik, és annyi marad, amennyit feltöltöttél addig. Oké, okay, és out of stock, mindegy. Hallod? Igen. Aha, szóval akkor nem szabad megszakítani. Igen. Csak most már lehet sétálni. Az is jó. Igen. Jó. Jó. Ja, ez a izé mi? Máté, akarsz jó shotit? Mert akkor itt van egy. Nekem az az autó shotgun, az jó. Aj, már ez a fas. Én is azt használom. Akkor neked is az van. Már akkor van jó igen. Shotit. Az nagyon szuper. Hú, gec, ez izgalmas harc volt, nem azért. Igen, azt mondom, hogy ez most ilyen kellemes harcolni ebben most. Ja, ebbe a frissítésbe. Megy a drón. Abban van mindig nagy pajzs. Oké. Okay. Lehet, hogy lemegyek még a partra. Egy kis fegyveré. Nyugi, csak a drónt mögöttem. Na, ott a nagy pajzsika. Főveszem, hogy legyen. Ezt a shockwave grenadet én sose tudtam használni. És egyszer próbáltam, hogy kimenjek a viharból, és úgy csináltam, hogy itt láttam ilyen tutoriában. Ott lőnek. Lenéztem teljesen, és így magam alá dobtam, és nem futottam eléggé előre. Nem futott a karakter elég előre, és így ott van egy, meg ott. Rájuk megyünk? Hát nem biztos, hogy egymással harcolnak. Ja, igen? Jó. Hol van? Bürös sicska, bürös sicska. Third party. Third partyzzuk őket, de már meghalt marcolna. Az egyik szerintem. Ja. Az egyik parti meghalt. De viszont sebzettek a vadak. Igen, ez az, ami az előbb volt. Igen. Jó van, már mit menekülsz már, csicska? Állj már ki harcolni az másik ellen, csicska! Mi vagy te, Máté? Ezt nem hiszem el. Jó, Máté 2.0 elmenekült. Máté, sose állj meg egyedül. Máté, fordíts hátra fele! Tölts, 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 persze, tölts. Jó, szép. Várjál!
De ez olyan nem viccesek az emberek, basszus, hányszor látsz ilyet, amikor megölnek valaki? Mindig valamilyen cringe táncot. Ja, nyomnak. Ilyen gridit nyomatnak, igen. Ja, mondjuk ez marra cringe, ez a ilyen alvós debelés, de most nekem most viccem volt, hogy itt egy fél óráig itt szenvedünk ezzel szerintem a béna valakivel. Cringe egyen. De amúgy nem volt béna ez, szerintem ez ügyes volt. Csinál. Igen, ez jó volt. Ez ügyes volt, ez a srác. A haverja az nem volt ügyes. Hát, ja. Csak Krisztián azért kicsit tényleg agresszívabban támadhattad volna, mert olyan... Támadtam én agresszívan. Olyan... Itt van valaki, két valaki is. Itt van. Itt van valahun. Az benne lesz ott a házban. Jön Máté, a kör, nem. Jön a kör. Na, álljunk ki. Egy perc múlva. Igen, és itt van. Máté, geosztály. Izé, jó. Megyek. Heal. Nincs healed. Healem nincs fajta. Jó, de ne a kör kifelé, kifelé ja. Menjünk körből. Ja, tényleg. Ja, hogy és kapcsolt kifel... a rádiót. Itt a heal, állj meg. És közben mehetünk. Amúgy. Jó. Jó. Itt jönnek most, kedves uramék. Hol mennek vajon? És ez miért itt, úgy itt, megy? Itt. Jaj. Jó, menjünk tovább. A fenébe! Menj. Jó, nincs lőszerem. Lőd. De Máté, azt te nem tanultad még a Fortnite-ba, hogy lőszered kell szerintem? Hát, hogyha megdöglök, és utána... De még nem kell megdöglni. Na. Ki mondta, hogy dögölj meg? Mindjárt felrobban. Mennyi lőszered van neked? 100 milliárd. Nem tudom. Jó, akkor dobhatsz. Mert nekem nulla. Fogalmam sincs, hogy mennyi lőszerem van. Nézd meg, nézz oda le! Oké, és fölmegyünk a Himalája tetejére, várjál Máté! Hozta oxigén maszkot, remélem! Juhu! Ez most kamaj, ez így fölmegy a francba. Nem. Jönnek! Jó, hát mit csinálja? Ott van! Szétrobban a kocsink, Máté, ugorjunk ki! Jó, meghalt. Ja, a haverja. Fölment a haverja, oda látod? Fölment? Itt van, itt. Itt megy. Hogy lő azonnan? Jó, a hegyről is lőnek már. Nagyon jó, mert semmi életem nincs. Föl kell healelnem. Honnan lőnek? Elmentek, fönt a hegyről lőttek. Tudsz adni lőszert? Vagy hol öltünk meg valakit? Három assault rifle lőszerem van. Nekem nulla. Jó, akkor adjak. Más felet. hol öltünk meg valakiket, hogy fel tudjuk venni a lőszerét? László, nagyon szépen köszönjük a 250 forintot. Köszönjük szépen. Ott vannak. Várja. Fölmegyünk ezzel a szarral. Vagy te... neked mit van? Pajzsod van? Aha, egy van, gyere. Honnan lőnek? Ott van. Máté, hátrafele megy a kör! És ez jó? Hát, elég jó. Ró is, meg rossz is. Nem is olyan jó, de nem is olyan rossz. Na, gyere. Gyere, szedd a lábad! De ez még mindig ott áll, hát nem hiszem el. Ejjó! Fogadjunk, hogy szarrá lőnek most éppen. Nem. Most lőnek szarrá mindjárt. Sniperrel, gyorsan elmények! Fosos le a hegyről! Mondjuk csak fogják, és átjönnek. Jó, ez marha fair kör szűkülés, hogy a kör közepén van egy Mount Everest bakker, és akkor csak így a hegy oldalon tudsz lenni, és akkor aki oda ment, jó, akkor itt jók leszünk, gyere. Ja, lett egy pici lőszerem. Ez remek kör. Hát ennél jobb kör szűkülés, én nem láttam. Jöttnek. Jó, egy találatom volt. Nekem három, kettő. Három lőszeremmel. Na nézzük meg, hova szűkülünk. Nézzük meg. Elimináltam valakit. Feltunk, de ügyes vagyok. Menni. Nem.
Ez gyönyörű lesz így. Jó, de ez kamu. De amúgy most állandóan arrébb szokott menni a kör, ilyen nagyon, szóval. És megnézzük mindjárt, hogy mi történik. Most jön be valaki onnan. Jó. Ja. Ja. Oké, és elment a világ végére a kör, vagy elmegy, szóval. Ja. Pont arra, merre... Ja, de nem. Tölts újra mindent. De jó, hát nulla lőszerem van a Assault Rifle. Ja, nekem van ilyen genyám, amúgy. Ez a, ez. Ja, Ninja Gaiden. Igen. Jó. Nekem jó. Na szevasztok, mentem C2-zni, szerzek XP. Jó, oké, és jó C2-zést. Nem tudom mi is majd, vagyis azt hiszem letöltöttük a C2-t, azt kipróbáltuk, de annyira nem tetszett. Hát mert ugyanaz volt, mint a C-go. Ja. Azt hittem, hogy hát lesz mi van jó, benne, mert, igen, mert nem új játékot csináltak, hanem ez egy frissítés volt. És ez miért? Miért így megy ez? Mert egy rakásszal. Jó, persze, fussunk át, persze, át kell ilyen futnunk ezen. Jó, nem baj. Hopp, itt van egy csomó lőszer, mert harcoltak. Ott van! Jó, meghaltam. Jó, én is azonnal, amint észrevettem. Pedig levettem neki, hogy 170 életet francba. Na mindegy, jó volt. De ugye ezt a kamut, hogy így lelézereznek. Ja. Na, én kilépek a lobbiba. Hát ez elképesztően. Jó az új géped? Nagyon. De hát láthatjátok is, hogy milyen epic. Ó, ez mi volt ez? 25 star. Ez egész jó. Ez nem olyan jó. Jól van. Na, megnéztük a Battle Pass-t amúgy? Mert nem. Nem nézted meg. Úgyhogy most végig is nézem. Ez ja, nagyon jó kezdelmény még a stream végén, amikor már semmi meg leszart végén, magas, nagy magas volt. Na. De most te miért vagy ilyen bunkó? Hát... Bunkó őrű. Na, ez a skin, hát ez az első oldalon van, hát ez egy rakás szar! Úgyhogy szerintem annyira nem rossz. Mondjuk női skin, hát. De amúgy ahhoz képest nem áll rossz. Hát, hát ez talán egy kicsit színes, de mi ez? Mi az jó lesz index képre, az jó lesz. Hát ez jó lesz index képre, de... Ja. Oh, let's go! Na ez menő! Na ez menő! Ez a tigris! Ja, hát ezzel harcoltunk. Ez nagyon menő volt. Vagy ez nagyon menő. És van ilyen fehér is! Oh, ez szibériai tigris verzió. Igen. Na ez király! A Vengeance Jones. Azt a Máté, menj vissza a fehér tigrisre, és nézd meg ott a fehér tigris előtti glidert. Let's go! Ez nagyon király. Woohoo! Ez nagyon menő. Na, ez ja. Tényleg menő. Ez a fehér tigris, meg a tigris, ez nagyon tetszik, és ez szerintem még jobb. Ez a Vengeance Jones. És ez az a neve, mint a memóriámnak. Vengeance. Tök menő. Igen, van és... ilyen... Oh! Nézd már, ez ilyen... Duotone. Noir. Vagy ez, hogy hívják ezt? Hát ez ilyen fekete-fehér. Hát ilyen Sin City. Duotone. De amúgy az fekete-fehér. Hát igen, az duotone. Fehér-fekete. Hát es. Ez egy szar. De hát amúgy egész jó, mert ilyen fehér a ruhája, és elég a világos. Ezeket a világos skineket amúgy szeretem. Elég jók. Hát es olyan rossz amúgy. Na most nem olyan rosszak a skinek. Hát ez is elmegy. Jók a skinek. Ez... Let's go! Ez a gyémántos, ez elég jól néz ki. Ez százszor jobb, mint az elmúlt 5. Ezt most lehet, hogy végig kéne tolni ezt a Battle Pass-t. Ja, az tényleg jó. Igen, csak a Peter Griffin, ami számomra egyáltalán nem vicces, de másoknak igen, szóval... Nem tudom. Hát ez a Valéria, ez annyira nem jó. Szerintem. És itt meg autószkinek vannak. Let's go. Peter Griffin. Wow, ezek jó néznek ki. És itt van még egy a legvégén. Ja, ez meg így át tud változni, gondolom, skin ezek közben. Aha, igen, csata és akkor közben. Még egyet mész. Ott van a nagyon királyság. Micsoda?
Már nem tudok többet menni. Ilyen 14. Nekem mi? Ja, 13-nál van tényleg. Igen, itt van. Az a kocsi. Az autók. És azt szerintem az, hogy beülsz, és nem csak a színe változik meg a kocsinak, hanem lehet ilyen lesz. Vagy nem tudom mi az. Mert itt van a Battle Royale-ban lehet használni. Rocket Racing. Rocket Racing Rewards will become fully accessible on December 8-10 AM. Aha, jó. Na, szóval srácok, remélem, hogy élveztétek ezt a streamet, mert ez elképesztően epic volt. Elképesztő számláló. Most én bekapcsoltam a klímát, és nem kapcsolt be. Mert van, amikor csak pittyen egyet, és nem kapcsol be, hanem még egyszer meg kell nyomni. Amit nem értek, hogy a Mitsubishi klíma miért nem működik. Meg kell. Vadonatúj. Jó. Na mindegy. Az a lényeg, hogy beállítottam. Na, srácok, remélem, hogy nagyon élveztétek ezt a streamet, mert nagyon király volt szerintem. És, ja, ez az új gép, ez annyit tudok mondani, srácok, erről, hogy ez valami elképesztően. Hogy varázslatosan. Elképesztően nagyon epik. Ja, varázslatosan megyek, csodálatos, én annyit szóval, tudok mondani. Szóval, igen, csodálatos. Remélem, hogy látszódott. A géped nem volt több, mint 1,3 millió forint? Nem, mert 1 millió 270 kb. Annyi volt. Úgyhogy annyi volt. Plusz az összerelési költség, amit a PC Service Szentendre csinált nekünk, és ha Szentendre környéken laktok, akkor menjetek el hozzájuk. Az interneten megtaláljátok őket, a telefonszámotokat. A telefonszámotokat. Ja. Máté, itt van ez a csákány, amit kaptam ajándékba valakitől, és nagyon király, és nagyon szeretem, és nézd meg, mennyibe kerül. Itt van, 800 V-back. 800 V-back. Jó, várj, gyorsan megnézzük. 800 V-backos csákány. Hol van? Teker le, és a cold snap. Ez? Aha, azt kaptam meg ajándékba. Ez tényleg ugye, hogy ez milyen király? Ja, tényleg elég jó. Elég jó dolgok vannak. Most ez az Icicle. Az is jó. Winterwander Sky. Szóval, remélem, hogy tetszett nektek, hogy ilyen nagyon jól néz ki a Fortnite, miközben játszok. Nem hiszem, hogy volt lag. Az az egy lag volt, amit láttam, de szerintem az ilyen... De majd úgyis megnézzük a streamet. Ja, visszanézzük a streamet. Szóval ez egy picit ilyen teszt stream is volt, de... Nagyon jó ment a teszt, mert én azt hittem, hogy mindenféle baj lesz. Én is amúgy. És azt fogjuk tudni, hogy mi van. Egyenlőre amúgy olyan smooth, mert egy olyan ilyen simán megy minden, hogy el se hiszem. Tényleg. Nagyon jó. Máté, hogy őszinte legyek, a tegnapi videó lett az új kedvenc videóm. Na, ennek nagyon örülök, mert nagyon sokat dolgoztunk vele. Ennek úgy, nagyon örülünk, a rengeteg féle külön felvétel, meg még összefarmoltuk a monitor gépre, az is rengeteg munka volt. És meg tényleg sokat. A Máté ez egy csomó ideig vágta. Elég sokáig. Szóval, megmutassátok a Game Commando YouTube díjat. Hát levehetem amúgy. Ott van. Levegyem? Ott van. Látják most. Jó. Silver Surfer. Ott. Nem mondod, hogy van a Ghost Rider. Hát azt nekem muszáj megvenni. Ja, de nem jó, mert nem jó indexképre. Én csak olyan skineket akarok venni, ami jó indexképre. Hát most megint be kell állítanom ezt a üzét majd, ezt a facecamet, de mindegy, jó lesz. Na. Szóval. Igen. Ennyi lett volna ez a stream. Fogunk még streamelni karácsonyi Minecraftot, azt mindenféleképpen. Ja. És és a Máté szeretne egy mega hetet tartani. Igen, mega hét. Amiben én benne vagyok, mert hogyha én videózásról van szó, akkor mindenben benne vagyok. De ez is majd még elválik, hogy mikor lesz, meg stb. Úgyhogy, ja. Szóval köszönjük szépen, srácok, hogy itt voltatok, és találkozunk a legközelebbi streamben, vagy videóban. Szevasztok, kedves srácok. Sziasztok. Amúgy a mega hét, az azt jelenti, hogy sok videó van. Igen. Szevasztok, kedves uramok. Kedves uramok. Kedves uram. Szevasz, uram, kedves uram. Ja, szevasz, uram, kedves uramok. Izzadt. Hello. Izzadt a lobbiban van, Máté. Izzadt a lobbiban van. Uh-huh. Mely nem megy el fürdeni. Hát, na, a lobbiban legyen, az ohányzóba.
Mert a lobbiban van, azért nem megy a fürdni. Hát de az zuhanyzóban legyen, ne a lobbiban. Hát de nem a lobbiban van, hanem a lobbiban van. Vagyis nem az zuhanyzóban van, hanem a lobbiban van.